Nem, Enzo bácsi nem búcsúzik. Sziasztok, szia. Enzo bácsi nem búcsúzik, hanem ez egy pad. És hát kerestem valami nagyon buta kinézetet a százados úrnak. Ugye ma van a katona RP-nek az első napja. Ő itt Korvelt százados, ha jól emlékszem, van ezredes. Ő háti, meg én. Mi ketten leszünk a katonák, mi fogjuk a kiképzést tartani. És hát most így erre a pedre jutott a választás, mert hát maradunk annyiba, hogy a kititét betétibát lett a talattel, itt azért Billy Hill a nede, hogy legalább a nedét ki tudna mondani. Ide. Billy Hill története egész röviden annyi, hogy kapott egy lövést a tarkójára, amit túlélt, és hát nem igazán tud beszélni, de fegyvertelenül szanitécként nagyon sok embert kihordott a korábbi csatamezőkről, és az ezredesnek az életét is megmentette. Aztán hát nem éppen alkalmas egyébként vezetésre, nem túl okos, de az életmentéshez nagyon ért, és hát a háti fogja, az ezredes fogja levezényelni itt a dolgokat, de attól függetlenül Billy Hill egy igazi hős volt valamikor, hát majd megpróbálja hozzátenni a dolgokat. Na most ugye itt már megy a felszerelési téma, tehát szerelnek már föl katonának az emberek, és 8-kor itt lesz a vonat. Nos, Billy fiam. Edlede túl. Indulhatunk a katonákokért? Edittalod ezt? Így van, így van. Hosszú utat tettünk meg. Hát, akkor gyelünt attól. Edlede túl, itt ellenkem lődödön nem tokat, tud-e? Nem szeretné tovább le te. Nem. Do. Attól jó. Nem hagytalak el, ez egy katonai RP event, ped van rajtam. Mindig csak a baj van. Mit ma? Jobb is, ha maga nem használ fegyvert, Billy, abból mindig csak a baj van. Hát ide, mert Danudit félek tőle, nem tehetett lőni, inkább életet mente. Én attat tanítom majd meg ezeknek a jó embereknek? Hogy tudom te megmenteni Mátitnak a életét? Edlede túl. Pontosan, Billy. Hát attól, jó Donato. Mette van mi? Azt mondja, hát én nem tudja, hogy fogja kivinni. Nem. Itt vagyunk. Na jó Donato. Edlede túl. Mondja, Billy. Most előtt, itt most még akkor attól, amíg a vonata föl nem tálunk, addig eltámondjuk, hogy mi kik vagyunk? Hát nem tudom, majd ahogy adódik. Jó van, Billy. Beütöttem fejem. Nem mi baj. Majd kérünk az orvost, orvosságot. Edlede túl. Titit nem látok. Titit nem lát. Nem, nadon nem, tehát titit nem. Tanéhes, Billy.
Nem. Az előbb fölüldött egy ló. Nem mondja Billy, hát nem is láttam. Én med... Már most nem látok. Na jó van a tó. Mindjárt kérünk az orvost, orvosságot. Ez volt a ló, ne? Ó, ura. Uram! Letedelem, tetszik, de cicit jobban vidálni! Ez most vagy süket, vagy vad, de ha ez bejön, ez is katonákok lesz, én biztos, hogy kitegerem neki a nyakát. Hát, ha én nem elődönnek. Ó! Jaj! Billy! Tom Verdul, én mondtam, nem látott totat. Billy, van kenyere meg vize? Vidám ad van, tenerem ad mint. Kér? Jaj. Van pénzem. Remélem, hogy ezt mondja, miután megkapja a zsoldot minden hónapban. Ó. Ó. Oda ott nunk, de nem mutatodunk még be, igaz? Esély, Billy. Milyen totan vannak? Ezek, akkor szépen kövelük beszéljünk, mert Ida? Ezek elvernek minket. Átad ne. Tart, ne? Jó natot! Jó natot! Oldos! Oldos! Doktor! Doktor! Oldot! Doktor! Igen! Csíkos, csíkos ruhába! Oldos! Mada oldot, Bati! Na jó, hát a... Én orvos vagyok. Egyelőre... Van egy... Itt vagyunk. Ide. Itt a magának sürgőt megkapta. Elvenni tőlük dolgokat, és azért lenni... Kaptam, hogy a kiképzés alatt ott körülegyek. Így van, így van. Itt van maga mellett a százados úr. Százados úr, nincs valami jól? Nincs, nincs. Pont ezt szeretném kérni magától. Jó. Nézze már meg neki a homlokát, mert nagyon fogdozza. Nagyon fogdozza. Megnézem. Szerintem megcsípte a cecel így. Hát, ha úti tátataladat, attól ide. Igen, igen, itt a homlokát mutassa csak. Tetté. Á! Igen. Bocsánat. Jó? Óvatota, óvatota. Kennök rá egy fodor ment a krémet, jó? Do, do, do. Le. És van a kupak el, ez egy kicsit marni fog. Óvatotan! Óvatotan! Óvatos leszek, nyugodjon meg, nyugodjon meg. Férfiak vagyunk. Iké, bírni. Úgyis van. Aztán adok pillanat, még magának valamit, azt pedig majd így a meg. Hanyasa... Méret? Tátét! Eljött a méretére, kíváncsi. Tetene! Maguk serifek? Igen, ró. Ó, ezt még így a meg jó. A rosszabb hogy mondjuk? Van. Fog itt történni? Sorozás történni. Vannak a jó emberek. Medita. Várj. Mondom, hol vannak a jó emberek? Öltözik, felveszik a uniformis. Értem, értem. Hogy Isten? Nagyon Isten, serif. Tötenő oda. Már is jobb, igaz? Ó, kicsoda, uram. Én? Maga. Ki vagyok én, Billy? Jonatot, mit ad bánítod, illető? Mit mond ez az öde? Bámészkodni. Nem adott öde? Ja. Bámészkodni. Bánítodni, illető. Bánítodni. Értem, de kik maguk? Hát, mi vagyunk. Hát? Mi? Én vagyok Billy. Én meg... Én Billy Woodley vagyok. Én meg... Annyi Billy van ebbe a városban, már azt sem tudom, mi történt. Minden második ember Billy. Billy Hillből Nintendo-t. Olé. Billy Hillből tat egy dal. Na mondja, mi a gondja? Követültem valami. Ott egy indián. Olyan, mint nálunk lenni. Mit mond, főne? Nem érteni engem?
De. Követ után valamit? Ne. Tedinten ne. Adon Tidő, hogy ötet találtattam egy ló lábával, Adon Tidő ne. Akkor jó, akkor jó. Da. Nincs is harmadik nevem. Jövök kis itt katonákok. Azt mondták, öltöznek. Milyen vidámú, ne? Még azok. Nem tudd átni redádat ott. Öreg sámán. Én fő sámán lenni. Bocsánat, Billy. Én is. Botánat. Fő sámán lenni? Botánat. Figyelj, az én nevem is sámán. Parkolok Teodorra. Simogass sámán. Így. Senki nem ugye drága. Bőtön adatádat, tanítsd, de annak, jó natot idánok. Jó natot. Gyere túl, hoj! Csuda. Áááá. Dönöd. Mondja, Billy. Én hát itt nem tudom, ti tedek. Ik. Én te nőtetted a tatonák. Nem mondja, Billy. Én szeretek magával együtt dolgozni. Olyan okos maga. Aha. Mindegy, hagyjuk is. Na, ott egy szakáros. Az már megyen is a Borbéhoz. George. Hey, George Abraham. Sziasztok, helyhó, helyhó. Szépek. Hát, szerintem ne. Szépek. Melyik tett itt madána? Majd megmondom 3 vagy 4 nap múlva. Jó. Attól majd a dektőre többet fog futni. Lili, szépen kell velük bánni. Mindig a legrosszabbat kell nekik adni. Ide. Halladon tudtam én itt. Szóval, hogyha mondod. Töté, tapu, madatáda, ténye, tudadó. Níjata te, lábam elő, alda, indudó. Erre, Billy. Lodász közepében dáró, ette majd láttalálok, tilladon dedet. Én utánad nedet. Jönök. Az utolsó mondatot ki nem mondta, Billy, azt se tudtam mit énekel, azt utána rájöttem, Mot. Hogy hát én ismerem ezt a nótát. Téne? Ó. Na jó, Danatto. Emlékszel az utolsó éjszakánkon a frontvonalon, ezt énekeltük? De. Onnan jutott neteni tetende. Tép adat, hölgy. Tép, Billy. Tép. Itt tép. Tép. Itt tép. Tép, hát nem érti. Dönöd. Tép. Mit tép? Tép, dönölű. Dönölű, tép. Értem, gyönyörű dönölű. Szép. Ja. Ide. Ez mi volt ez a lövés? Nem csodálom, annyi katonákok lesz. Nem tudom. Én nem teletem. Továbbla te. Tudom, mióta kaptál egy lövést, Billy. Adóta itt van egy tartó. De legalább most már éthetően betélek. Előtte nagyon tejpítettem. Persze. A lövés után sokkal jobban beszélsz. Ide. Parancsot adni merni nekem fejbe lőni, ha biztos sok ezen. Hoppá, halló, halló. Egymást akarják ezek lődőt, még nem tudják mi lesz. Hát meg mada elmondat őnök. Mindent megtanítunk nekik. Deréklegények lesznek. Legfőképp szófogadó és tisztelet tudok. Ida. Az a kopasz is be fog vonulni. Lehet, hogy tinni a taja. Lehet. Magad beszélget magával, elképzelhető. Dondolja. Tudják, hogy mondom. Hát. Elvileg nem kéne
majd megtanul beténi. Meg engedelmet tenni. Tényleg? Oda jön a Donald. Vonat. Itt nincs, itt Donald. Hát az állomású lesz, gondolom. Jaj, beszélnem kell Szabóval. Nem jó. Álló UA, Matinita, átummed a tumpi fejű, katapitta. Ajaj, nekem egy kis probléma. Akkor tudja meg. Tudja meg azt, hogy eridjenek vele. Hogyan közlekednek itt az emberek lóval? Minél hamarabb el kéne innen menni. Nem érzem túl jól magamat. Do. Itt a front vonalom. Tőnő. Ne átadottam, mint a tűn, te! Hova? Nem tudom. Csak mondtam. Ideja. Léptőde. Ezeknek a serifeknek elmondjuk, kik vagyunk, Billy? Beninte, majd tak a vonaton. Jó. A kapitán helyettesünk, és akkor majd beszélhetnek velük, jó? Ó, oh, rendben, köszönjük. Pinonat. Mi maradunk így, nem én vagy? Szónok is. Ó, mint eladott őt állató. Képzelni, jött két mi ember, akik nyolcra jöttek. Mert az volt a behívó. Te eddig adott tálható. Mintád adott ő tálató. Tak eddig adott tálható. Jó van, Billy. Viccét, ne vegyem maga arra. Emlékszel még, Billy, a menetelős nótára? Nem nadon. Nem? Nem, én attól mindig rémámom volt. Hát akkor frissítsd fel az emlékeidet. Attól én ne telje el. Volt egy vatatonna, pábó volt aludva, tendele tantája, a tádá muntája. Na, így van, Billy, erre fogunk menetelni, majd a várhó. Jó. Maga, elmond egy sort, a katonákok meg megismétlik, rendben van? Do. Ezután azt fog következni, hogy mindenki bejön egyesével, bejön a serifségre, kezébe nyomok egy puska. Attól én medet innen. Hallottál tőle? Utát fognak tartni. Csak el kérem mondani ezeknek a serifeknek, hogy kik vagyunk. Mentő! Mentő! Lájér! Elveszük tőle! Pehete! Hogy mondjuk? Szép a napunk, serif! Szép a napunk! Áh! Megharapott valami! Az eső, meg semmi. Harapott meg, Billy. Nem tudom. De fájt. Hangya! Madát nem tudta megkalapni, te mi? Magában bizony. Igen, nem harapott meg semmi. Hát jó. A bög, nagyon sok bögői van, ha engem is még szokott. Ide, nadan tart. Húdó. Hanyan vagyunk? Én edet nem tudd átadni, nem tártálhatod. Jaj, nem mit mondok, nem tártál mit. Billy, ezt lehet-e még egyszer? Nem fontolt, nem fontolt. Istenem. Egyébként úgy finoman megjegyzem, hogy ez az érthetetlen beszélstílus, amiben mindenben D meg T van a másra hangzók helyén. Ezt... az a szakállás fog elmenni Valentine-ba az ellátmányért, aztán valószínűleg be is ül a borbélyhoz.
Mindegyik, amelyiknek szakállam, az le fogja vágni csupaszra a pofájáról szőrzetet. Na jó, Danetto! Tudom, az őrmester ott lehet már várva. A nőt itt? Nőt itt, leláda. Ő az nem vonul be, szerintem bevonul az is. Nem tudom. Tanán ne. De ha... Hát, bevonulhatnak, szerintem, de te attól, hogyha takálatak. Ne? Így van, Billy, így van, így van. Do, do, do. Henry, Henry, tízó. De golyót is kapunk hozzá. Igen, majd azt is kap. Tényleg? Adat a turnénet, mint a mintet. Szóval ez a beszédstílus, a nagylányom így beszélt 3 évesen körülbelül. Ezek Billy szépen meg fognak tanulni mindent, legfőképp a tisztességet. Bittat ide! Utni, úszni. Tókolonáltá! Menetelni. Őni. Robbantani. Ezek mindent meg fognak tanulni. Ide, ide. Hát csak belenéztem az orcsába. Még egyszer elmondom, srácok, ez csak egy pad. Belenézett a nő az arcába. Tuha. Nem tudom, hogy hogy. Magának hátul is van feje, Billy. Hátul. És a nőnek van hátul szeme? Nem tudom. Azt mondta, belenézett az arcába. Hát... Olyan hátul fele van a hölgynek, hogy annak egy nedet lehetne adni? Azt hiszem. Már külön élőlé. Há. A biztos. Már értem, mi van neti hátul teme? Hát olyan fala van, hogy annak külön nedet lehetne adni. Bocsánat, meg tudna ezt ismételni, amit az előbb mondottam, még itt én nyomom a cigarettámat. Beszélgetünk a Kamilla szedés örömeiről. Ide. Kicsit megbántottam, úgy érzi? Ne. Nida, ott ad a tépló, itt Aldo betédet tűnt, olyan fala van, hogy ott külön nedet kéne neti adni. Csak az a bár, hogy hallottam, hogy rólam van szó. Mit ad át? Most maga hazudik egy rendvédelmi szervnek, uram. Billy, ez a magas hara? Nem. Szerintem egy kicsit hűsölni akar, kisasszony. Úgy érzem. Akkor vigye, gondoskodjon róla, hogy hűsöljön. Tönöt! Igen, Billy? Mondtató... Ezt adtam, hogy medúta. Medúta. Zsinát. Medúta. Itt dugott-e? Medúta. Didumáltam magam. Mi az a medúza? Ez katonaság, nem a... Uraim, mindenki volt már. Meg, Billy, meg, ezt is megúszta. Do. Egy egész autár kell magához, mire rájövök, kikeresem itt a betűket. Letödelebb, nem tiabálok. Jó. Hogy is tő? De ad egy tép, ne? Ida. Szép. Ida. Ott. Kapitán megnémo. Ufó. Ajaj. Jó, tatály, nem látunk, ha de járt, tőne. Tessék, Billy! No, elfutott a kapitán. Tehát azt mondta, jó totály, nem látunk ilyet. Ilyen tépet. Értem, Billy. Ide. Igen, Billy. Eda. Ötted ütötte. Ötet világított bogarat! És hagyja magának, mi lett a szájával? Mi van a világító bogára? Ott van nála, ötte! Összeszedte az összes világító bogarat? De így van, pontosan. Ide! Megjött a kapitány is. Add meg, honnan dött? Tollad bábó? Magam is csinál?
Hát ez nagyon nem jó helyen van itt ez a ló. Szerbusz, hörri! Adj Isten, búrni, látom szépen. Rájuk adjuk az egyenruhát, meg fegyvért is kaptuk. Tőtént kell nekik szolgáltatni. Név szerint fogunk mindenkit beigatni a serigségre, átadni nekik a fegyvereket. Ma ja, már adtad? Átadtam, még van három, akinek átadtam. Doktor úr, adjon már egy flaskát köhögés ellen. Adok-e? Mi a kalapszáma? Önő. Ilyen Billy. Telinte, én térállok. Ha nem mondta, aki rossz. Tessék. Telinte, én térállok Kitit. Adjon Isten urait. Donatot. Adjon Isten Sheriff. Jöjjenek be, legyenek szívesek. Mit csinált Billy? Már én? Te mi? Nem csináltam tenni. Maguk? Nem tudom. Uraim, üdvözlöm Önöket, én Harry Wood vagyok, a Rodeszi kapitán. Aztán a Rodeszi fiatalokat össze is gyűjtöttem, mindenkinek odaadtam a behívóját, aztán a 8 órási vonatra már kísérem mindjárt őket oda a vonatállomásra. Akkor gondolom maguk is már velem tartanak, velünk tartanak. Úgyhogy akkor a vonatra főkerülésük után én át is adnám, a, hiszen ez a maguk hivatásához tartodik. Jó, Donato! Na, Billy, akkor nincs mit titkolni. Jó, Donato! Nincs mit titkolni. Ő... a Edledet úr. Ő meg a százados. Ide, jaj, ide. Ide, ide. Edledes úr, adj százados te. Úr. Rendben van. Adjon Isten. Nos, akkor arra gondoltam, hogy ugye a katonaságra, ha megérkezünk, akkor ottan mindenkit főszerelünk, vagy itt már főszerelünk, amivel kell. Azt akkor én utána, meg az itt maradó serifökkel, akkor megszervezném az élelem, meg az ételital ellátását. Azt akkor szállítanánk szekére fő majd oda. Az őrmester ott vár minket a kaszárnyába, egy szekére. Csak kémlelni voltunk itt eddig. No. Ott van két szakállas ember, aki el fogja küldeni, el fogja kísérni az őrmestert Valentine, az be is ül a borbélyhoz levágatni a szakállát. Úgyhogy a mai napra az ellátmány meg lesz ódva, kapitány úr. Na jó van, akkor majd a többit azt meg a Woodley kapitán. Helyettes, igen. Majd mondjanak mindent, hogy mire van szükségük, állunk rendelkezésükre. Hány ember kell maguknak sheriff oda a szárnyában? Amennyi nem hiányzik Rócból. De menj, csak közben elejtettem itt a gyufát. Hát tanulhatnak, de őt itt talán itt. Értem. Százados úr, akkor hány embert akar magával vinni, hozni? Odó? Hát, hányan vagyunk? 1, 2, 3, 4. Burli, hány hiszem... embert hagyjunk itten, és kiket? No. Kettőt szerintem. Kettő, persze, persze. Két, mit jön az, el lesz itt, nem? Mit jöréjék szerintem, igen. Hogy Isten. Szvetlána nőként hogy jönne már oda? Tényleg, én Szvetlána. Szvetlána, Szvetlána, tényleg, Szvetlána, meg a... Billy. Billy, úgy van. Tatattó jöhetett a tálat. Tessék? Tatattó jöhetett a tálat. De egyelőre... Csak akkor jöhet, ha... Tatállat! Szakállas! Da! Ja! A datton! Ja! Hát nem csakállas, jelentőm. Hát akkor jó van, attól. Akkor intézzétek-e, azt akkor mondom majd attán az itteni serifőknek, hogy mi lesz a dolga. Rendben. Dezertőröket kell megkeresni. Meg azokat, akik máma este éjfélig és 11 óráig megérkeznek, azokat kell megkeresni. Sheriff uram! Tessék! Jöttem ide a sorolásra. Hoztam a behívó parancsomat. Na hát akkor főszerelés, ruházat, keresse meg Woodley-t, vagy a Woodley-t keresse meg, vagy a Montgomery-t. Elinte, tőnő, te letűk meg a vonatot. Ne? Hát megkeresni is van Woodley. Mi jó van attól? Ez a jó ember, ez még nem jötte fel a fel. Van az állomás. Nem tudom, add én mondom, kellett ütni. Elintem. Köszönöm szépen. A főorvos.
főorvos, helyettes vagyok. Itt igazodjék, mint egy nagyon kocskoringós. Azt akarom, hogy itt állok, csak egy kolapot lássak, meg egy csizmát. Tábú volt a lova. Tendele tantája. Mondja. A tádál muntája. Maguk a vonos szerelményen lesznek? Valószínűleg, valószínűleg. Ó, a főorvos, nem tudjuk merre van az állomás, a főorvos el fog minket kísérni. A főorvos, én meg a főorvos helyettes van. Rendben, na akkor helyettes. Do van a tó? Amikor szállnak fő a katonák a vonatra. Igen? Mindegyiket oltsák be, tífusz és kolera elleni. Kolera és tífusz elleni, védőoltást. Így van, így van. Mm-hmm. Rendben. Na merre van az az állomás? Itt egy donat! Ottan! Halló! Tífusz, akkor tífusz ellen kell oltani. Ide! Ellen. Ide! Azt már egyszer csináltuk, tudja? Azt hívod. Van nálad? Ó, tehát itt nem talált őt antidonatra. Van nálam mindjárt. Nem a katonáknak kellett volna felszállniuk? Most megáll. A katonák főszállnak majd magukkal együtt. Fél a vonat ez. Tífusz. Hú, de hottú! Igen. Med a vonat itt. Az is. De ennél szédüljön már olyan hosszú. Á, a vonat? Nem tudtam én eltédülni. Akkor nézzük meg közelebb azt a vonatot. Milyen tép tine van ennek állomátnak? Igen, szép sár. Tép, táda, tudom ám, mire gondolod. Tudom ám. Edlede túl? Igen. Malha vadon ott a medi? Nem, elő azt nézem, van hogy... Értem, a fedetet úgy nagyon ütte. Hát ezek előrébb marhák, ide. Csak a marhák, az hát... A marhák, hát ha mi itt utazunk, akkor úgy is kell viselködni. Akkor mert az, hogy... Ne bőgjön, Bili! Ide nét edetet úgy. Uram, azt mondták, ide jöjjön. Uram, kapitány 22. gyalogezred szolgálatra jelentkezem, a vonat mellettre kész. Hadd itt ent talán! Akkor is tortás következik. Ne mondjuk, bal, 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 jó, bal, 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 jó, bal, lépés, aj! Parancsára ura! Azonnal az állományt megvárjuk, aztán a 8 óra 00-kor a állományt a vagonokra rakjuk, onnantól kezdve viszont a hadsereg felelőssége. Tisztában vagyok vele, uram. Jöttem az állomány fésorokhoz. Ott bidá! Magát, hogy is szólíthatom, Bill? Billy Hill a neve. Billy Hill. Ide. Századdos úr, akkor az állományt, ahogy a bozdonyokra tőkésértünk, akkor a maguk felelőssége. Akkor főorvos ja, úr, ja. Is, akkor gyűnnek a doktorok? 2-3? Meg vagyunk keserem. Rendben van. Akkor még megnézem, hogy vannak-e érkezők. Akkor mi elfoglalkozik? Hogy van a felé, most így csinálják. Ezek nem tudták, ezek nem tudták, elvállaltottak. Ezek aztán nem. Megtanítatom majd őt, tehát fedved nélkül lőni? Persze, Billy, persze, persze. Jó. Engem is megtanít. Perte. Dugja a kedét a datájába. Úgy kell lőni, Billy. Ah. Jó van, Billy. Tak. Titő belőle batni a dudot. Koma. Mit kell, Billy? Kinek mondta, hogy komám? Temmi, temmi. Palantól? Mondjó. Mit ma? Maga mit mond? Kinek mondta, hogy komám? Ó, hát azt akartam kérdezni, a muníciót azt maguk majd biztosítják otthon, vagy hozzon. Minden mála, biztosítva lesz. Mála, biztosítva van minden, majd
majd a hónap, majd a kapitán után meg betéri. Értem. Ő tipat oda, majd utat tipat oda. Tessék, Billy. Te mi? Uram, a diorvosok szolgálatra készek, azt mondták, hogy beoltják az embereket, amit felsorakoznak előtt. Rendben. A serif. Serif. Csak hogy haladjunk, az orvosok ott várják a... Ide, ide. Serif. Egyes hívű. Há. Ott a telnet ide lehet, attól valahogy nál, nem? Értették, amit mondod? Igen, századus. Na, no, akkor úgy cselekedik, vörös. Doppa, megtudták, itt megtanulják, hogy mit mondok. Igen. Ida, Ededetú. Így van, értették, amit mondok? Na, tudtam én, hogy idadan van. Értették, amit mondott? Igen, uram. Ne hazudjanak. Na jó, van attól. Értették, amit mondok? Igen, uram. Na. Kuszti. Őtütő miatta, no, nem tudom. Kuszti. Jelenlévők, kezdjenek. Jaj, elnézést. A vonatra felszállni úgy, hogy az orvos elvégezte magukon a feladatát. Ott van az orvos, akkor egyesével érigyék. Na, akkor egyesével jöjjenek utánam. Jó? Hol lesz prostata vizsgálat is? Ajó. Ipat oda, mehmed a vonat. Ha jól van, akkor miért a következő is, Mr. Becker, így én? Lána, kisasszony, ki fogja... Kapitánú! Parancsára! Ipatod itt ő, mert elmed a vonat. Őt ipat oda, madutat ipat oda, ide! Tessék! Hogy hiak? Engem? Jó van, komács! Jó van, Mr. Smith, erigyé! Ide! Ott minden náluk nem tud Dante nem állatotta! Mr. Abraham, erigyé! Úgy van, komám! Uda. Úgy van, százados úr. Mit csinál a súrmú? Hát, várom, hogy menjünk a vonatra. Akkor nem ülj fel erre a vonatra. Akkor gyalog megyek? Attól, madut itt ide? Gyalog oda megy, jóba akkor. Úgy van, százados úr. Ja, jó van. Do. Akkor mi mondta Henk, hogy jöjjek ide vasárnap este? Megvágjam le. Attonom, elnédét élet a illetlen óta. Ilyen ide? Még egyszer! Ennél tényleg a illetlen nóta. Semmi probléma, megbocsátok magának, többször ne forduljék elő, mert legközelebb nem fogom elintéztetni egy tusa lassan. Lende. Tessék! Botátom meg, nem mutatottam be. Billy Hill, tádadott vagyok. Üdvözlöm, én még Svetlana Petrovna, hadnagy vagyok. Na jó van attól. Most már itt merjíted, ná. Angyas, szóljon el vele. Létbe, én fogom kitétedni ezeket a jó embereket. Olyanakin kalap is van. Maga? Jó, van akkor. Ödök néki. Da. Van akkor mennek. Nem tudnád, mire vállalkozta. Hehe. Megmenjünk oda, nem? Nem mond, én nem megyek innen. Na. Mire várnak madut? Nem mondtak semmit nekünk, uram. Dűljenek utána. Beletoltva, nem? Madut, tartottál oltát? Még nem kaptunk. Ők még nem tartak oltát. Tudom, de itt ez az úriember volt. Tatja, ne vigye már innen ezt az úriember, de be van oltva. Tessék jönni, aki be van oltva. Tessék, aki be van oltva, jön utána. Köszönöm szépen. Aki nincsen, az meg itt marad. Jó? Da. Attól addig itten dálálna. Jöhet egy következő. Megyek a... Kari bácsi, biztos, hogy akarja? Hát mit tudom. Most még visszamutatja. Tomás, babája nem kísérte ki? Sajnos nem tudott kijönni. Még egy jöhet, majd üzzel a mászát. Térünk nekik az asszonyok. Jó, szedjék a lábukat! Allergiája van. Ezredes. Jó, akkor veszek el egy fecskendőt. Az lenne a problémám, hogy én nem kaptam fegyvert, azt mondták, hogy kell itt. Adj Isten! Jöjjek ki. Bármi ember csak sígál. Maguknak fegy, majd megkapnak minden tájékoztatást. Szálljunk fel vonatra. Ne törődöm, te mivel Eden Damlet titlője. Egy órá vizet. Biztonságos utazás. Csali bácsi. Én csak probléma van. Tovább.
így van, feltűröm egy kicsit itt a zsingét. Feltűröm itt a zsingét, előveszem a táskámból a fecskendőmet, és három befogom magát, ótani. Három, kettő, egy kicsit fájni fog. Kérdésem van, allergiája van-e? Kibírom ő. Nincs. És né, ki is húzom, és éppen ragasztom egy szebb tapasztal. Jó, itt van, Róli. Köszönöm szépen. Leúzom a zsingét. Jó utazást kívánom. Köszönöm, Balkarjába. Így is van, készen is vagyunk. Jó, de te kell karjálni. Köszönöm. Köszönöm. Utazást kívánom. De jó, ez a hideg víz. Ide, ide. Doktorok, a tífusz, kolerát, ilyet megnézték, gondolom, vagy ott fogják a táborba? Majd ott is, de itt is megnéztük. Atin intent beoltva, Anna tatahá vagy tatabőtő. És maga be van oltva? Úgy van, magának nem láttam. Da. Beoltotta az Eli ott. Da. Enderet már beoltottat előtte. Jó van, rendben. Maguk. Ide. Ennyi. Rifúrak maguk. Jönnek, hogy maradnak. Zredes, mindenki fent van a vonaton, akinek kell. Székre! Leülni! Akkor nem pofázik, nem felesen leülni. Akkor menjen érte, egy, kettő, leülni. Agyon Isten. Masinisztra lő, akkor már. Hiszen ott át lenne az előbb a vonat előtt. Jó. Én vagyok a vonatparancsnoka. Ja, értem. Bocsánat, urom, akkor. Éppen a masinisztrát keresem. Innentől kezdve... Nem tudjuk ki a masinisztrát. Napot, kis hölgyem, maga be van oltva. Innentől kezdve... Mindenisten, igen! A legyenek szívesek figyelemmel lenni, hogy... Senki nem pofázik, mindenki kusba van. Igen, ezredés. Amikor mi kérdezzük, akkor válaszolnak. Megértették? Igen, uram! Igen, uram! Szállna, nézze át, hogy csak katonák üljenek a vonatok. Igen, uram, uram! Jó van, megnézze. Mi akarsz hívni? Edledetul, nem tényleg itt mondani, hogy intedettenek át, nem jönnek vissza? Tessék! Mondja nekik százados! Nem. Talán vitted önne. Jó, ön is ide van. A babájuktól, a fejüktől, a kedvesüktől, a gyerekektől elköszöntek? Dőjön tart. Nem uram, nem. Ön. Az probléma, mert lehet, hogy soha többé nem látják őket. Milyen tépen tűt a nap itt? Értették? Aki leszáll, onnantól kezdve katonai szökevénynek számít. Igen, uram. Igen, uram. Kérdeztem magukat? Kérdeztem magukat? Nem, uram, nem. Uram, nem. Akkor mit pofáznak feleslegesen? Szükségük lesz az erőre. Akkor beszél, ha kérdezek. Igen, uram. Na. Edes úr, tisztettek, kérdezem, mindenki fent van a vonat szerelvényen, akinek fent kell lennie. Igen. Kitől kérdezi? Öntől ezredes úr. Akkor kérdezze meg a századostól, mert nem tudom. Százados? Hát innen itten motto olyan. Ő tipatod a madut a tipatoddal. Tak mondom. Telintem minden tif fent van. Hatinek te. Megadom a jelzést az indulásra. Rendbe. Tak, nudotta. Borjon a kék! Gusti itt van? Nincsen itt Gusti éke még! De gyűjtözködik! Rendben van! Ütötted ne? Akkor Gusti be kell ósani! Detlána szóljon, amikor egyek mindenki megérkezett! Így lesz! Ezredes úr, a vonat hátulját fogjuk biztosítani, hogy nehogy felugoroljanak a civilek, hogy rablást kövessenek el. Rendben, kapitány, rendben. Kapitány, mindenki fent van, indulhatunk? Nincsen fent mindenki, még Guszti. Jó, akkor őket még majd beoltjuk. Ki kérdezte, hogy milyen oltás volt? Álljon föl! Ha várjanak! Álljon föl, aki megkérdezte, hogy ez milyen oltás volt. Forjon fel, Guszti! Most már lehet, szólok a masinisztának. Adott engedélyt magának a beszédre. Gyövük, gyövük! Nem, ide álljanak. Dűjön, dűjön! Emelj fel kezét. Ki adott magának engedélyt a beszédre, fiam? Jó, akkor... Allergiás valamire? Üljön vissza! Semmire! Majd lesz!
Akkor előveszek egy kis feskendőt, belegyújtom az gyógyszert feskendőbe, és beleszúrom a vállára egy ellenszert. Rönbe van? Óvatos a doktor úr! Óvatos leszek, ne aggódjon. Háromra, jó? Egy, kettő, három, hopp! Atya, nem is érezte. Na, letelte a karját, aztán mert a többihez biztonságos utazást. Guszti! Igen! Tegye fel a kezét! Tegye fel a kezét! Már is felteszem! Üljön le azon! Már nem olyan egyszerű. Jó, menni fog az. Jííí! 11 uram. Szöngőszti. Az az. Jó. Egy kérdésem van. Ebbe közben engedjük a honnan nem vált. Etnék a százados urat hallgatni, énekelni. Vagy szabad foglalkozásból még, amíg oda nem érünk a vasút állomásra, beszélgethetnek. Tójára kérdezem meg, hogy mit szeretnének, mert onnantól kezdve azt fogják csinálni, ahogy a százados kívánja, vagy én füttyentek. Megértették? Hadd beszélgessünk egy utoljóról. Beszélgessenek. Ríjanak, köszönjük. Betegedtenek, nyugodtan. Emlékű. Uda. Biztonságos utazást kívánok. Tudus. Mondjuk. Hagy rohadt indiát fogunk hát, erre mondjuk. Jó, viszont beoltottam mindenkit. Tudom az összeset. Tépen beted, indiánokat nem ölünk. Én beoltottam mindenkit. Az Bombita? Ez egy itt tűnk ide, hogy megvédjük azt, ami nekünk fontos. Ibiza. Mindenki megyünk. Tudja, kit adtam? Úgy lettem tádadott, hogy nem hatnáltam fegyvert. Azt így rálépti a lábomról. Fajmal lerúlva. Százados úr, tudnunk volt a négy szót? Gyűjjön! Na mondd a! Azt tudnunk menni a mósikra, hogy néha jövök mósuk? Te hogy? Szép. Az allomáson esetleg tudnunk egy kis pionit tortani? Mármint, mire gondol? Sajnos cigorit tóztam. Aztán igen? Tudja, mire gondolok. Menni. Nyáros maradt-e a kezem? Ja. Érte. Dóva. Dóta meg tud oldani? Igen. Másodosztályú jegyem van szóval valószínűleg igen. Dóva. Rendben, köszönöm. Annyit tedennek, hogy tóla Ededet unatít, jó? Rendben. Toljon a Ededet unatít, hogy ő így tudja, hogy várni kell, mikor odaadjunk. Jó, rendben. Dembe. Köszönöm. Lelépni. Állomáson várnunk kéne egy 4 percet. Mik állomáson? Tudom, majd még aludunk egy. Amitől majd odaérünk. Mert hát halathatatlan dódadon a Duna. Ja. Meg akar szökni. Nem. Elontották a lugót a mitadájába. Értem. Fegyverünkbe aztán. Ide. Szóval hibás fegyvert kapott. Igen. Gábor Kakoma, http://2. per ismertessen velük néhány információt. Mi fog megtörténni az elkövetkezendő pár napban? Én viszont ide ülök a kollégám mellé, ha nem haragszik. Üdvözlök mindent itt. Én aztán nem. Mindent hallja ebbe a vadontba, amit mondok? Igen, uram. Igen, uram. Sí. Lendben van, aki nem hallja, mottoljon. Meg kétel, nem mondom-e. De aki nem hallja, az hogy szóljon? Akkor tegyem föl kérdétetet, hogyha én mondom, jó? Lendben van. Sí. Tóva, Billy Hill vagyok, tádadott.
úgy lettem tádadott, hogy életemben nem adnátam még fegyvert. A szép teljesítmény, uram. Itt... Mi lenne a leány? Ne szállna a lábomról. Beültél a leány. Tova. Az ember soha. A következő pár napban olyan dolgot fognak önökkel történni, amit feltehetőleg még nem. Mert ha már megtörténtek volna már magukkal a dolgot, akkor már kaptak volna katonai kiképzést. Értik? Attól már valószínűleg maguk itt katonák lennének, mint mi. Pár alapszabályt el kell mondanom. Attól, amitől mi megkaptuk a kiképzést annak idején, attól mi tudanod a nettünt át. Ott eltűnt a baj. Attól betének, amikor mi mondjuk. Mátod itt a baj. Attól etnet ittnat, amitől mi mondjuk. Halmad itt a baj. Szoldottan datolóni az eltűjét a mátodik tabályt. Értető? Igen, uram. Igen, uram. A többit, hogy mi fog történni a tövetedő pár napban, azt majd akkor ott megtudják, amikor oda értünk. Most, amíg utadunk, addig betégettenek még nyugodtan. Köszönöm. Szép volt, büszke vagyok magára, százados. Töltenem, ula? Azt szakálvokál magának. Mennyi tétű van a szakálába? Nincs, uram, nincs. Nincs? Tálom, hogy nem is lesz. Igen, uram, igen. Vélem sok ember per fúgy, gyilkolódzik. Főleg ilyen indiának, hogy úgy gondik el. Ajá, főnök. Gyilkolódzik. Nem, tudom. Ezek katitikat lödődődni fognak veled, na. Koma. Szerintem is. Ida. Haha. Pedig ahova nem. Megy? Aj! Megzavarodtam, elnézést! Hidro, katona vagy? Engedélyt, hogy benne vagy a katona RP-be? Senki, uram! Akkor üljön vissza. Most! Parancs! Koma. Van ennél egy kis étel. Na, az nekem is kéne. Ott hagytam a lovamba. Kedvenc sámom. Lovába? 124-es. Mi maga azt teszi meg, amit már megevett a lova? Igen! Meg hogyha van esetleg egy kis italt is kérhetnék-e? Éhezem, meg szomjazom. Köszönöm. Akkor Hidro, írj... Fiam, lesz ez még ha, így az elkövetkezendő néhányzatban. Felcsatlakozz... Így van a századod. Úda, úda. Ha, figyelj ide, ha felcsatlakoztál, akkor írj egy reportot, hogy a katona RP-ben benne vagy, és kapsz majd egy getet oda. Ki lyukott a kereke? A barom, hogy lyukat ki egy vaskerék? Edledet túl, ma tolvadunk. Szerintem a vonaton, maga szerint. De nem úgy. Hogy? Hát most ez... Ed most pont úgy hangzott Edredetul, mint amit a Balátom megkérdette, hogy hogy néz ki a dúj Balátnőm. Én tatontam, hogy elhúzza a függönyt. Hát nem úgy, de... Jól van, Billy. Ide. Tova. A vonaton vadunk, de éppen hol tartunk, utunk talán. Tudom, hát én se erről vidékről vagyok való. Hát jó. Na, van attól. Ér, így haladunk. Szeretes úrnak jelentem, Potyognak a serife. Potyognak? Tak hozzá van a utazáshoz. Na, értem. Oh. Valaki vigyázottakat, ott egy katona, amelyik álszázados. Franz se tudja. Azt hiszem, hogy Doctor Stationbe megyünk. Ott a Wallis erőd van, a jól tudom. Adja. Százados úr! Ilyen nótát is meg. Ide? El kellett volna énekülnie. Persze. Ilyen nótát itt mele? Igen, igen. A vonat. Hát, mivel a betédetét vállatott át, edé majd a kétőbb tudták meg. Na fenni vigyük. Ide. Fiam, maga miért áll?
Csak felálltam. Ki adott magának rá engedélyt, hogy felálljon? Az adosunk, minden serif megvan? Reméljük. Nem minden tudom. Minden serif megvan? Leméljük. Tényleg. Na jó. Megvan mindenki. Megszámoljuk. A serifek megvannak. A serifek én. 1, 2, 3, 4, 5. Szóval, srácok, a mágus nem... a mágus nem tűnt el. Nincs CK, nincs semmi ilyesmi. Hanem... Ez most egy ilyen... Ez most egy ilyen szezonális RP, katona RP, és az egyik dilis századost intézem. De ettől függetlenül az öreg mágus, az van, ez csak egy ped. 1, 2, 3, 4. Így van, így van. Csak pihen. Inkább azon filózzanak, hogy túlélik. Túlélni. Miért látod oda ledul? Ja, maga telip, iga? Mit mondó? Csak attat kérdettem, hogy miért látolok, de látom, hogy maga telip. Jó, beszél. Kezdem érteni a nyelvét, Billy. Da. Da. Majd megtudta. Ugye? Da. Ah, tudtam én. Da. Én nem megyek hátra még egyszer, az biztos. Isé? Na most miért nem betédett, mert az még van idejű? Mit mond, Billy? A tatonáltat tédettem, hogy... Hogy miért nem betédett, mert még van idejük. Magukba beszéljük meg a dolgokat, te tudjam. Madutba? Na jó van attól. Rendezzük a gondolatainkat. És búcsúzkodnak otthonról szállodat. Na jó van attól. Volt egy fatatona. Aztán kedvés barátom, te mivel foglalkozol? Tá, nem inni, mikor kapom? Hábó volt a lova. Kicsoda? Mikor mám? Tendele tantája. Kipocsmába dolgozom, kumám. Hatádá muntája. Pából a patkója. Katonember voltam én is. Patovát patkóta. Pábó volt palagva. A fődik alatta. Volt egy fatatona, pábó volt a lova, tendele tantája, a tádá mondta, hú, de doltam medő. Szia, sityak, helyhó, helyhó. Hú, ajaj. Ha hagyni volni, tegnap születtem. Osztam te szakollos? Osztam te szakollos, mivel foglalkozni, szőbe szakollos. Hát próbáltam önazonos maradni. Sziasítják, helyhó, helyhó. Hát itt most maguk ilyen katona RP megy. Nem most? Előttem. Katona RP megy. Billy egy dilis százados. Aki soha nem használt fegyvert. Csak mentette az embereket fegyver nélkül. Bekapott egy lövést. És azért beszél így, ahogy. Jó, hát igen. Messze vagyunk még? Ezredes úrnak jelentem, hogy nem, mert túl vagyunk a félúton. Félúton. Kényelmes a zsebébe ülni? Akkor nem szállunk le, mert a végállomásig jó utazni. Így van, százados. Uda! Ezredes úrnak jelentem, ide, ide. Egy helyen még vizet vételezni meg kell állnunk a mozdonyba. Dembe. Főképp egy állomáson álljunk meg. Ahol víztöltési lehetőség van, ezredes úr tisztelettel. Rendben van. Az no, itt van? Attól. Igen, igen. Addig megkérem, hogy senki ne hagyja el a vonatszerelményt. Uram, uram. Mindig mikor kapunk? Van valamelyik... Ezredes úr, mi járt meg a vonat? Vizet vételeznek a mozdonyba. Ja, vizet.
Vizet azt én is vételeznék! Ezredes úr! Önök, éjszaka. Na szétnézünk a DM, szétnézünk a DM, mert itt ne vagy aztán turpisság legyen a dologba. Nem nekem kő, hogy a... Itt a másik vonat, tudod mi Spoodli? Mondjon egy kalapszáma. Montgomery, tartsák nyitva a szemüket, ne hogy valaki felugorjon, vagy leugorjon a vonat. Igen, uram. No, Gordon! Majd megbánja! Na mondjon egy kalapszáma, még őknek ital. Az neked kéne, uram, meg étel! Az ott a hangyásnak kell, hogy 91-es! 91-es a kalapom! Fehér kendő! De honban? Nem látom. Vagyok a fehér kendős, uram! Itt az elembe a másik úr! A felébe ültek. Ah, itt! No. Mondja. Ekkora a kalapja. Zenyim! Én, mint a katonatársam. Hangyás, megpulol a kalapom! 91-es kendő, uram! Nem kalap! Most már sem tudom már kibeszélni. Nem áll meg! Azt szerinti... Ennél megcsúsztam itt, én. Aha! Vidár, nitő! Már egyszer lecsúsztunk a Woodrivo. Húha! Nem fideltet oda, vagy beletett volt? Hol esett volt, mert éppen... ...tünk hátrafele megnézni, hogy fene ugrott egy... ...potyújtás, aztán... ...ott éte. Nagyon, ott hátul nagyon csúsznak azok a vagonok. Értem. Azt szerint itt kidül. Történt. Amatta rúdva ne! Mire lősz, Montgomery? Üljenek le. Eltettét lőni a vonatot? Üljenek le. Így lőm a fejüket. Szia Patti, helyhó, helyhó. Kötőr kolléga. A revolver van, az vagy jelve. Ez van nálam. Erbe... Üljön le, katona, ne járkáljon ott. Az ide csattantam úgy ebbe a golyó, ebbe a várgányba. Gyíszi, gyíjosz, miosz, már kezdek pihenni. Senki. Üljétek vissza, üljél vissza. Ezt már szeretem. Kis pesgés. Ezredes, lőszert nem tudnak kiadni nekünk? Nem, lőszert nem kell, itt van a kis barátom. Ezzel intézem az ügyeit. Üljön le! Mondjuk őri, szavazatos nem tudnak a lőszert adni nekünk. Majd kapnak a kaszárnyal. De hogyha most megtagadnak el minket úr közbe, akkor mit csinálunk én? Akkor megfogja a fegyvért, azt a tussra a fejem van. Értettek, Ray? Igen, megértettek, szavazatos. Találja fönnmogat. Szóval kezdődik én. Már valaki erőszakot tenni. Ne erőszakosodjék már azzal a puskámon. Mit jelentne előtatott tenni? Te mindenki. Álljon fő, amelyet mondta. Ott van magam előtt, szállandós. Nem látom, hogy fölállt. Igen. Tova? Mit jelentne előtatott detolódni? Én lenni. Mada volt. Si. Ott ide. Manuel. Manuel. Jó van, Manuel. Majd toljon, hogyha odaértünk, hogy valamit akartam mondani. Si, si. Jó? Jó van. Mit te ülhet? Sötét éjszaka volt, mikor megláttalak. Na gyerünk szépen nótázni. No. Gyerünk! Na. Én látlak kint téged. Nem ismerni nóta. Többé, soha sem. Te sem látok, hogy érted. Könnyes ó szemem. Nevemet hiába mondod. Könnyedet hiába ontod. Arcod mézein.
Valahol tetőn egy távol, ott ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Ez ide. Ez igen. Puszta síromom, élesed katonák testő, lesz a vankosom. Ahova le fognak tenni, síromra nem borús érni. Ezredes úrnak jelentem, hamarosan megérkezünk. Be. Fiam, még egyszer, és erre meg fogja tanítani a többi kis katonát. Itt szerintem előttem ketten eltűntek. Attól majd tónát ott odaéljünk. Szerzős úrnak jelentem, megérkeztünk. Hova? A Isten. Leszállás, Csurebondo! Leszállás. Csurebondo, leszállás! Katonyék fűn szálljék le! Ne húzzál meg, mester! Leszállás, leszállás, Csurebondo! Másik, Gusti, másik oldal. Ja, azt nem mondták. Ja, a másik oldalon vannak. Én meg itt várom őket. De miért nem szó százados? Én itt adtad itt. Azt sem tudom, merre kell menni. Máti tóddal. Hát, itt nem tudom. Edle, de tó, itt internet. Szerintem. Mit mond? Gusti katona nincs meg. Gusti katona itt van. Csak Gusti van meg. Na, azt hiszem én hunyok egyet gyorsan. Nem kéne? Ajaj. Dóva, dóva. Ahodan dondolja. Van a többi ember. Itt egy Gusti. Én jött őket a fű. Edledetúl. Mátit attonta, hogy van itt ide, itt időre, terintem itt mutató. Meg tudunk várni mindent itt. Persze, persze. 11-en voltak, ha jól emlékszem. Heten. 11-en. Én 11-et számoltam. De hogy 11? Na jó van. Megy a vonat. Gondolom az útjára. Ide, Neddid. Hol az ezredes? Hagyj beszéljek csak vele. Kit adom majd a... Na. Dennis Ellington vagyok, a Daltonok szállásadója. A Daltonok azt üzenik. Tit adott a Daltonok? Ez az első kérdés. Százados. Mi ezek a Daltonok? Tit adott a Daltonot? Hát nem ismerik őket? Nem ide vadott, ide vadunk. Hát a sheriff kapitány ma nagy mellénnyel mondta, hogy a Montgomery ellenük készít a katonaság. Hogy mondjuk? Mit mondom? Most jönnek a farkas. Én ott a titem, hogy ez ott elítvegtek a tentatórád urat találtatódik. Nem, nem. Jönnek a farkasok. És eset van, jöjjenek. Jaj, bocsánat. Bocsánatot kérek. Na. Mondhatom akkor végig, vagy nem? Hát persze, hát várom. Mondd. Hát, úgy megijedt mindenki egy pár farkastól. Na, az a lényeg, hogy a Daltonok is szervezkednek, úgyhogy nem sokára elmennek a laktanyába. Megjönnek az oda. Őt itt a Donát lett le? Nem. Attól ne jöjjenet oda. Akkor te mi területi való. Hogy is mondjam maguknak. Kis ismerkedés. A nagy vihar előtt. Attól mondom, mert a Daltonotnak, hogy ne jöjjenet oda. Most mi itt a probléma? Tudom mit? Ha oda jönnek, attól a telifek le lettnek bídva. Mi pedig a titépdétel fogunk foglalkodni. Ezek a kis katonák, akik belettek sorozva, azt se tudják, hogy hol vannak. Úda. A te tudják, melyik tövel a fegyvernek a szájukba. Higgyék el, hogy oda kell menni a Daltonoknak. Nem fog történni semmi probléma. De azért szemet akarnak vetni az ellenségre. Hát a serifeken múlik, hogy oda jöhetnek-e vagy sem. Miért jöhetnének oda? Ha rajta múlik, ez se jut be az a kapunk.
Tomám, tedd őt tittába a dódotat, jó? Tedd őt tittába. Nem, madat figyeljen, nem. Nagy mellénnyel mondtam, hogy a Dalton ne figyelje. Készül a katonaság. Értik? Volt egy patatona, bábú volt a lova, rendele tantája, a tádá mondtája. Hogy függ ez össze? Hát, hogy megkértek, hogy adjam át ezt az üzenetet. Akkor üzenje meg nekik, hogy mindegy jönnek, akkor vasra lesznek vérve, vagy agyonlüvé. Montgomery. Ez az utolsó szava? Ezé. Ez bizonkom. Na jó, hát akkor legyen így, átadom nekik az üzenetet. Viszont látásom. Sorozottak hun vannak? Hát ez egy jó kérdés. Futnok. Kiroktuk őket futni. Á, jó csinálták. Na de becsukom a szemem egy pillanat. Jönnek, mondtuk nekik. De most, Daven, hogy talált ide? Vagy én nem értem. Volt kiírás? Egy sorba, olyan csűrre... Ja, Baku Station. Ja, jó, mi semmi. Is? Nem szóltam. Hova, be is sorba? Ott van a sormaga szerint. Ide halljon be Guszti mellé. Egy, jó, kettő, nem szóltam. Kettő álljanak be. Ott is sor volt. Vajon sorba? Jelentem ott az egyik, ott az alagútnál lesz még csak első. Nem, nem. Pisil. Hova értem? Nem ment pisilni, azt mondtam. Kap az orcájára. Hon a fegyver a vállukról? Miért nem áll a sorba, fiam? Tapitán ulam! Ide! Itten voltad előbb egy valati, a titnek, nem tudom a nevét. Valami Daltonottó betét. Hogy oda fognak jönni a tatárnába. Vagy valami ilyetmi. Nem tudom, én nem ide valóti vagyok. Nem értem, hogy minő betét. Da. Azt valami olyat mondtak, hogy maguk megfenyegették őket. De mi nem tudjuk, hogy kit ad átadott. Jó, maguk csak végezzék a dolgokat a többit bízák rá. Hát igen. De jó, van attól. Én azt értem, nem magának. Azt tudom, uram. Kó meg. Hányan vannak katonákok? Ki tud számolni? Álljon előre. Milyen dator, télem szépen? Támolja meg hányan vannak. Jelentést kérek, katona. Egy. Nem vagyunk ezredes. Hányan? Igen. Öten. Akkor még 6 legény hiányzik. Húha. Most futott egy. Na várjon, rájuk segítek, ezredes úr. Látom, nagyon-nagyon csürhe van, de. Vigyél a fegyvert, fiam, ki adott erre engedélyt? Én is tudom. A sín előtt, egy sorba, szép, egyenesen sorakozni. Itt. Ebbet pitálok enni a tolnál. Sín megadja maguknak az egyenes vonalat. Mire vége a kiképzésnek, úgy fognak sorakozni, mint a mint a kitandal. Csinál maga ott. Masinen, a sín előtt, egy sorba. Helyes. Azt mondjuk. Tomám. Kettő, Mada nem mer odaállni a tíneked? Próbálja már meg még ettel, kötönöm. Úda. Meg vagy főére? Meg mit? Jó van, akkor érdekes út. Kicsit, megszédültem én is. Ahogy elnézem, ott jön a 8. Mondjuk most nem jön, inkább áll. Gyerünk fiam, gyerünk fiam. Iszunk, jó ötlet, köszönöm szépen a kiváltást. Az úrnak a lova az elgázott, mikor szaladtam ide. Gyógyszer,
Erdő szélén őzike, azt nézi, hogy nézike. Ne félj tőlem, őzike, nem bántalak, bassz meg. Vagy az őrmester, vagy az én mondom. Uda. Tették? Igen, uram. Igen, uram, igen, uram. Igen. Ha nem vidád a paduta, attól van ad a nagyvárot, ahol... Ededetum, mi a neve ennek a nagyvárotnak? Szent Denis. Az. Ott fognak kikötni. Egészen odáig fogják húzni magukat a lovak. Na, aztán. Tudnak-e utána mit tisztelegni? Így, uram. Tudnak-e itt tisztelegni? Nézelődve tisztelegjenek, amikor azt a parancsot kapják. Uda. Akarolják nézelődve tisztelegni. Gyerünk, nem látom. Mindenki? Magad fehérkendőbe? Igen is. Helyes, helyes. Na és akkor most egyszerre. Tiszteleg! Alakul az, fiam. Alakul, alakul. Edledetum, mint ha belőlem lenne tiden tettő. Körülbelül, körülbelül. Még egyszer. Tiszteleg! Maga nem ez tud tisztelegni ott a sor végén, fia. De tudok, ezredes úr, elnézést, csak lemaradtam a sorban. Ne maradjon le. Na akkor még egyszer utoljára tiszteleg. Most a májjó. Ó, már nagyon szép volt. Na, ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Gyönyörű, kifejlett katonákok lesznek, mire végét ér ez a kiképzés. Letne. Nem most adott, lesznek. Nem, lesznek. Ha? Mikor? Házados, mikor? Amitől megtanulna tisztelegni. És egyterre. Ha? Ha álmodból fölébredtem madutat, itt attat mondom, hogy tiszteleg, akkor mit csinálnak? Tisztelgünk, uram. Akkor láttam. Amikor elmondja maguknak bármelyik kiképző, hogy tiszteleg, akkor elszámolnak háromig, és tisztelegnek. Rendben van? Rendben. Mindenki félfogta, amit mondtam? Akkor tiszt... Ógyan. Hogy a rosszabb meg nem enné magukat, hát magukból mi lesz? Magukból se lejt lesz, semmi nem. Akkor még egyszer. Tisztelek! Hogy is tűnt? Dönelő, dönelő. Ki fog ez? Az anyja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edledetul, 10. 10? 10. Akkor még egy hiányzik, Montgomery. Úgy látszik, igen, utána járunk. Ebben mi addig elindulunk a kaszárnyába. A Fort Wallace? Osztottak fegyvőt. Így van. Nem futó lépés. Kettes oszlopba fejlődik. Értem. Kettes oszlopok, mi a rossz sebet csinálnak? De hova csináljuk azt a kettes oszlopot? Elém! Felém néz, ide néz! Édet jó, ittene. Régi hangom ilyen is volt. Mármint a papi hangra gondolsz, hogy melyik? A kettes oszlopoga mit csinál? Te tudsz számolni kettőig, uram! Az is megvan, csak azt most nem használom. Most Billy vagyok. Ez nagyon rossz. Ez de vége ez micsoda? Csürhe banda. Én Gusti Wolf, hogy berosztal. Gusti, nem tudsz számolni, uram!
ne szórakozzanak velem, mert mindegyiket főképelem. Ez már kezd hasonlítani. Akkor amikor parancsot adok, elkezdünk menetni. Olam, dúljál te ehhez a lámpához? Mutattam rá. Ejjjjjjjj! Szép. Elfejlődik újra! Nem meleg! Meleg! Meleg, Dula! Meleg! Nyomja oda jobba! Ott már kell melededni, ide? Picit igen, úrom! Jó, tarta ott! Tartatok ott! Na, ott már elég meleg! Meg igen! Jó, akkor ott elveheti. Indulás! Na! Tonákok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Kezdtelek egy soliból. Láttam a teketet oda, mottad onnan, na! Tették mit tálni a tolba? Edledet úr! Mi itt ilyen hülyék voltunk? Uram, 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 jelentkedek. Meg nem pufázik, sor végére beáll. Sorba, kettes sorra. Mi jó van attól? Na. A bárgor részem a teljes okkult. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bal, jobb, bal. Bal, jobb, bal. Mert a nóta százados. Amikor a százados nekiáll énekelni, elénekel egy sort, maguk ismétlik, értették? Tolonként fogom énekelni, utána megválom vele madutat itt. Szépen megtanuljuk, értettem? Igen, uram. Nota. Volt egy fakatona. Volt egy fakatona. Fából volt a lova. Tendele tantája. Tanda muntája. Jó lett, jó lett. Úgyhogy senki nem írja. Jó lett, jó lett. A még egyszer. Volt egy patatona. Volt egy patatona. Van meg előz engem, jó? Fába volt a lova. Folytattál? Nem tudom, hogy van tovább. Tendele tantája. Tendele tantája. Köhögni ekkor, jó uram, akkor köhögjen egyet. Töltem. Most hagyja sorba vegyük. Hát, láttam ezt a lámpát. Na, mennyit tanultak meg eddig ebbe a dalból? Semmi. Katon meg valami fallába, azt ennyi volt. Mindent itt ott adott, abban tétel, mint én. Na, terintem. Mi így megyünk szépen sorba, ott meg már szétesett. Lemaradtam titit. Na tova, volt egy patatonna. Volt egy patatonna. Fábó volt a lova. Katonákok, volt a lova. Katonákok, megáll, kettes oszlopba főfejlődik. Úristen, nem gondoltam, hogy ezt ilyen nehéz lett. Egy semmire van rögés nélkül. Én meg a századossal megyek hátul. Értem. Igazodjék. Parancsot kiadom. Sakkú. Menet, indul. Hova megy? 1, 2, 1. Ajajaj, oh. Bor. Tisztellek. Nehéz dolgok lesz, százados úr. Szokták, hogy tisztelek. Harmam maguk, miért nem tisztelegni? Szent itt, na visszafejlődik kettes oszlopba, egy, ki, gyerünk. Uda, uda. Itt elüttem. Ani meg hangyás a legelső. Ta mögé. Százados. Igen? Hívjuk szerintem a lovunkat, mert ezek úgy szaladnak, hogy mi az életben nem érjük őket utol. Ez esemény őket, ezredes úr. Ne, van attól. Nem kell.
Ideda van. Ideda van. Bol, 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 jó bol. Amire mi járunk. Amire mi járunk. Na. Én is ott lennék szerinte. Most én azt nem viselném, mert magas legyen. Nincs olyan lámpám sajnos. Elhagytam. Nekem a lovomból van. Lom táskájában. Észném érti. Aki ezt nem érti, annak többet nem mondjuk. Annak többet nem mondjuk. Bol, 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 jó bol. Bol, 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 jó bol. Bol. Jobbról azt nem bol. Kell mondani, hogy bal jobb, azt elég, ha mondja a sheriff maguknak maguk. Inkább nem is mondok semmit magukra, mert elönti a szar az agyamat. Igen, százados. Tudja már a szövegő? Még nem. Ne, van aki tudja. Melyik telt? Nem tetszik, ahogy mennek. Egy, kettő, egy, kettő, egy, egy. Kettő, egy. Bol, jó bol! Csak szerelmes kontakot is kerekünk. Na, az most adja otthon. Kapitány! Hangja, zárkóz fűnt! Ja, kicsit hiszt is volt. Mindenki zárkózzék fűnt. Dóha! Ott már tétét megnyugodtál, ilá? Amire mi járunk, amúnak az emberek, mindenki hoz kérdezi, mindenki hoz kérdezi, kik vagytok ti legények, kik vagytok ti legények, kérek vagyunk, hadsereg vagyunk, kuskat hordunk. Annak többet nem mondjuk. Jó bal. Bal. Jop. Ezt is. Bal, jó bal. Közbe leng a kor. Hát figyelj, Hidro, ha még mindig vársz arra, hogy felérjél, akkor szerintem a Róci serifsége jelentkez majd, aztán majd ők döntenek erről. Kozú. Bent ataku, lépés indul, kettes oszlopban tovább. Bent, itt ki. Nem, akkor mégsem. Szakóz. Rakozó. Mondom, sorakozó. Félegettél lúd, hogy jó lett valami. Hát akkor álljon a másik oldalára, a rosszabb enné meg magát. Kérdeztem, hogy igazad? Ez a Dios, álljon a másik oldalra, már nincs ott elő. You should take some proper training for that weapon.
Tiszteleg! Alakul ez, egyszer talán jó lesz. A fiaim, amint átlépik ezt a küszöböt, onnantól kezdve maguk nem emberek. Akkor mit teszik, uram? Katonák. Nem kérdez, nem kérdez, nem pofázik. Igenis. A végén, aki akar, feltehet egy kérdést. Tehát, akkor előről. Ahogy ezt a küszöböt átlépik, onnantól kezdve maguk nem emberek, hanem katonák. Azt csinálják, amit mi mondunk. Orvos nem pofázik ott hátul, meg kiverem a fogát. Mi át a tűha? Mielőtt belépnénk ezen itt már nem otthon vagy. Mielőtt belépnénk ezen az ajtón, fiam, mindenki zabálja magát tele. Igya magát tele. Lakjon jól. Ne éhezzen. Egyenek, és együnk százados. Hát miért nem tagad el hangata? Kérhetek egy kis ételt, meg italt. Kinek küld? Tudom, mennyi szekír jön. Uram, jelentem, hogy kimaradtam a fegyverosztály. Tudom, mennyi szekír. Én is. Körítök, egy sorba. Puskát a kézbe. Innentől a feladatunk a megvédése ennek a... Jól laktak? Esetleg még egy italdén kérhetnék valakit. Még éhes, meg teljesen lakjanak jól, nem, nem. És teljesen igyák magukat nálam tele. Nincs étel és ital. Nekem is kérj egy kis ital! Mekkora? Jöjjenek, akiknél nincsen semmi. 138-as. Jelentőném, hova hogy kimaradtam a fegyverosztásból. Kinél nincsen... Nem kérdeztem, hogy ki, miből maradt ki. Fa be! Mekkora? 139. Bocsánat. Köszönöm. Na tehát, akkor jól laktak? Még nem, én még nem vagyok. Egy kis italt is kérhetek, köszönöm. Ez aki szomjas maradt? Igen! Én vagyok szomjas. Egy üljön. Nem hallom, hogy hova kell mennem. Mi a kedvenc száma, mondja? 161. 1-2-3. Köszönöm, uram. Hív kisasszor. Grazie, amigo. Orvosságot kérhetünk-e? Én vagyok bármit is mondjuk, nem a amigója vagyok. Az őrmester, de megérted? Téded, de megadott a lulat, hogy tud-e tedíteni. Uram, vizet kérhetek? Azt mondták, az nem maradtam az oktatásnak, csak akkor tapad. Most küldtek az öreg magának, hogy tiszteleg, akkor mit csinál? Arról a részről nem maradtam. Háromig elszámolok, addigra mindenki egye és igye magát tele. 150. Egy. Álljon vissza a sorba. Kettő. Uram. Adjam a kötő vizet. Rendben, akkor itt áll mellettem a sheriff úr. Mindenki a zsebét kiüríti, minden ételt és italt átad neki. Akinél válunk ezután büntetésben fog részesülni. Megértették? Igen. Igen is. Igen, igen egyszerre igen uram. Igen uram. Igen uram. Innentől kezdve meghatározott időben fognak enni, és meghatározott mennyiséget. Melyik pofázik? Éj! Még egy keksz nekem lecsúszna. Figyeljen már! Azt kérdeztük, hogy magának mi csúszna le, vagy mi nem csúszna le? Doktor, álljon félre, legyen szíves! Kajs doktor! Áldozatos úr, velem gyűnne? Ki engedte meg magának, hogy pofázik? Ezt az indiánt, ezt mostanátok meg itten gyűjt abba az irámba. Nem tudom, hogy esetleg előjáró volt-e. Itt van egy részbőrű. Eda? Úrdó, azt megkötöztük. Jó estét. Ki tudod a maga? Magukra bízom a sorsát. Tötönöm, tapritány. Ki tudod a maga? Itt miért jött errefele? Menni fel haza a táborba. Erre vezetni utam. Valentine-ból ez lenni a legközelebb. Itt Humboldt? Valentine-ba? Ez lenni legközelebb útvonal haza. Kapitán úr, én nem vadat ide valóti. Ed igazat mondhat? Igazat mondhat. Valentine-ból ment haza? Mondhat igazat, igen. Itten laknak nem olyan túl messze.
Maga mi hova melyik törzsön tartozik? Komancs törzsös tartozni. Komancson. Értem. Azoknak itt van nem messze a táborja. Százados úr. Na jó van attól. Attól egy terip kitérjed ki oda a eládadáthoz, hogy tudom menjen. Osz, hogyha főfedi a pozíciónkat, biztos ebbe? Te hogy? Hát madut itt van. Vannak. Jó van. Te hogy? Akkor előttem abba az irányba az úton haladjon egyenesen. Jó ember, egy tóla még mielőtt elmegy. Itt most egy tatonai titépdét fog fogyni napokig. Azt javatolnám a döntártainak, hogy ne jöjjenek ide. Te milyen téla? Ide nem jönni, ezen az úton haladni végig. Na jó, tak, mondom ed a tetejének, hogy ettüdenem. Ettüdeni a tádadot. Ne lenni fejükben ilyen kiverni nagyon gyorsan. Na jó van attól. Attól mehetni odottan. Induljon. Csak a fegyver maradjon, de miért nincs hova hanem? Fegyver, hát azt mondtak, azt is adjuk át! Ó, édes Istenem, hát... Na, aki végzett, gyűjjön be, mert ezt nem bírom. Aki végzett, erigyen be. Hát ezt nem tud... Itt véget tetti? Ilyen bőrüket is odaadja, fogja az a bőrüket. Edlede túl! A telifek... Telifek elfogtak egy indiánt. Mondtam, hogy engedd te... olyan dódot mondott, ami a kapitány terint helytálló. Rendben, hallja farkasok. Hallom. Maguk bejöttek a kaszárnyába. Igen, uram. Innentől kezdve maguk mik? Katonák. És mik nem? Nem emberek. Edlede túl! Itt a fal, tarts! Botrányba fullad! Puskát, amely kérdezem, ne használják. Hát akik őrzik itt a várat, segítségünkre, fenyegetésnek be. You just drew on an army officer. Try me again. I'll shoot the wind out you. Fire! Jajjajjajj, mit történik? Lövöldözik. Ujjaj. Ezredes úr, egy szóra! Kifelé, kapu elé. Hát az NPC-k nem mindig vannak velünk. Jobban nálam sincs. Nem érdemes mondani, hogy biztonságban. Minden ti jól van? Hol vagyunk? Igen, uram. Elmondosunk. Orvos. Angyás barátomat itt. Mutassa. Fegyver van a hátamon és nem használható. Jó vannak, akkor sórakozó. Ki megsérült, az orvos ellátja. Ez az első lecke fiai. Hiába van fegyverük, fegyvert akkor használunk, amikor muszáj. A százados úr erről nagyon sok mindent fog tudni maguknak mesélni. Százados, egy történetet esetleg? Uda. Történt, hát pont netem többet élni a fegyvezető. Na jó, hát elmondom, hogy mélettem
Nem itt attól, hogy miért lettem tádadott, mert azért lettem tádadott, mert megmentettem a Ededet urat. De attól, amitől a tatában voltunk, én totál hatnáltam fegyvert. Megmondom őtintén, én pénfiatan, hogy én félek a fegyverektől, főleg akkor, mikor kedemben van. Ó, hát akkor ma én is félek. Hanem attán... A... Hát én nem tudok mit mondani a fegyverektől. Szerintem mindent... Akarja elmondani, amikor a nagy háborúban voltunk. Da. Akkor ő végig fegyver nélkül volt. Ide, és... ide. Nyerte a csatát. Akkor nem ő nyerte fegyver... meg, hanem valakinél fegyver volt, valaki más. Nem, nem. Fegyver nélkül megnyerte a csatát. Megmentett Bellán. Engem, ezáltal nem oszlott szét katonai sor. Innentől kezdve átvettük az irányítást az ellenség felett. Ezért lett a századosból százados, és fegyver nélkül megnyert egy egész, nem csatát, egy csatát meg lehet nyerni fegyverre, de a háborút fegyver nélkül nyertük meg. Ezért mondjuk mindig fegyvert, csak akkor használunk, ha nagyon muszáj. Uram, én még nem tudtam leadni a személyes tárgyait. Miért mindig a tárgyadat megbeszélni? Le tudtam magad! Na, mit is kell, akkor kiraktam mindent az égvilágon. Megyünk! Mindent. Mindent? Mindent. Hirtettem! Serif, azt a... Csűrhe bonda. Hányos kalapja van én neke? Előttem szépen sorakozom. Úgy maguknak jobb, akkor használják a házat. Odaállnak a ház falához jó közel, az megvezeti a vonalat. Két nap múlva a ház nélkül is tudnak sorakozni. Tették? Igen, uram, igen, uram. Akkor igen, gyerünk, igen. Gyerünk oda a házhoz. Kettő, mintha énének. Én egy sort akarok látni. Melyik az, amelyik tud számolni? Melyik tud számolni? Én uram. Támolja meg, hányan vannak? Egyes sor. Az egyik hátul, az egyik elő. Egyes sorba álljanak fel. Nem ott tettéd itt metedni? Eddettől nem tudom már itt mediálni, jó? Jelentem uram, 9-en vagyunk. Ő hiányzik. Na nem baj, majd előveszük őket. Mik ezek ja, a hangok? Mivel maga tud számolni, mindig maga a sor vége, vagy az eleje. Az a lényeg, hogy maga a sor szélén áll. Rendben van? Igen, uram. Doktor urak, akkor kell gyógyszer és lábad. Na, akkor bele is kezdenénk. Igen. Kis gyógyszer kéne. Rendben? Meddig jutottunk az eleje? Igen, uram. Onnantól kezdve, hogy belépnek itt a kaszárnya ajtó, onnantól kezdve maguk nem emberek, jöjjön, hanem katonák. A katonák. Arra szeretném felhívni a százados úr figyelmét tisztelettel, hogy az helyőrség igen ingerlékeny, úgyhogy az erődben és az erőd közvetlen körzetében nem javasolt a lőfegyver használata. A problémák megelőzése véget, uram. Értem, értem. Továbbadom ennek a tűhe bandának itt. Tudom, uram. Köszönöm, tétel. Mondjam még egyszer? Igen. A katona legfontosabb feladata. A haza és a civil állampolgárok védelme a külső fenyegetésektől. Értették? Igen, uram. Elmondjam még egyszer? Igen. Uram, igen. Mi a katona legfontosabb feladata? A haza és a civilek védelme mindenféle külső fenyegetéstől. Értették? 17 gyógyszer, 14 gyógyszer. A katona legfontosabb feladata. Lépjen előre, szakállas. Nadmelát, szatállat, előre lépni. A katona legfontosabb feladata. A haza és a
civilek védelme. Már rosszul kezdte. Tisztelettel jelentem, és utána. Tisztelettel jelentem a haza védelm és a civilek védelme minden helyzetben. De külső fenyegetés ellen. Igen, uram, igen. Át a sorba. Következő. Érsapkás. Pillanőre. Annak úgyis akkora pofája. Csak egy szóra ezredes úr. Manuel Arvader. Tóth szó köllött neki könyörögni, hogy mindent a parancsára adjon át. Itt van a színe előtt. Hát átadtam most már mindent. Csak hát... Kötelet nehezmény aztán, mert édesanyám szűrte nekem, mondta. Manuel. Özlegény, mi a katona legfontosabb feladata? Hát, én azt nem tudom, mert még csak éppen hol katona lettem. Akkor no. Hallgassa meg a szakállast. Szakállas, jöjjön ide! Mi a katona legfontosabb feladata? Tisztelettel jelentem a haza és a civilek védelme minden helyzetben. Minden külső fenyegetés ellen. Igen, uram, igen. Maga ott a végén, szakállas. Álljon vissza. Álljon vitt a helyére. Maga nem hal, fiam. De jó, ah, bocsánat. Hogy el ott magam melletti lévő embernek, ki a katona legfontosabb feladata. Körbe látjuk a teljes barot, én meg itt fogok állni idekin a ajtó előtt, és várom azt, aki be akar jönni. Nem, minden külső fenyegetés ellen. Ez parancs, hát én nem tudok róla. Matek belső. Manuel. Pilhe banda, addig ölüljenek, amíg nem én tanítom a tabályokat, mert akkor még nehezebb lett vitte mondani. Ki kérdezte a belső? Állj ide elé. Most mini. Az megint. Na gyűjjön ide, fia. Becsukom a rajtót. Ég egyszer. Ég egyszer. Meghallom. Engedély nélkül pofázik. Bontja a rendet. Onnantól kezdve maga nem ember lesz, nem katona, hanem egy halott. Tisztelek! Értette? Szi, érteni, bocsánat. Nem érteni, értettem. Mondták, hogy tisztelek, fűrhe bondo. Értettem, ezredes úr. Takarodjon vissza a sorba. Szi, bocsánat. Szi. Na, kérnék kettő... Két jelentkezőt ide az őrmesterhez, maga a szőke szakállas. Maga az ő szakállas. Húk most fogják magukat, és elkísérik az őrmestert Valentine-ba ellátmányért, revolverért és revolver lőszerért. Viszont ha már ott járnak, szakállukat azon nyomban levágatják. Nem tűrök meg tetűfészket a laktanyába. Szakállvágás nélkül meg ne próbáljanak visszajönni. Kértették? Nem muszáj teljesen levágatni, ha hátrafordulnak, megnézik azt a fészemüt, de olyan körszakál is elég lesz. Nem válogatni. Melyik fészemű? Teljesen mindegy. Látja, mire gondolok. Egyke bajusz, körszakál maradhat. De ilyen tetűfészek nem. Nem válogatni, egy valamit elmondanak a borbénak, gyorsan megcsinálja, és jönnek vissza. Ilyentól azt elmondani, hogy értettem, uram. Értettem, uram. Maga mester, nem. Őrmester, én nem értettem. Deletűt az óra, szeretném, ha visszaérnének. Itt mondott még egyszer ezredes. Deletűt az óra. Addigra érjenek vissza. Induljanak, őrmester. Indulunk. Férnek a szekére ezek a fiúk is? Fel. Be. Szerintem kísérlet elemegyük elérni. Hova mennek?
Nem kísér senkit sehova, orvos. Itt marad. Tehát. Elsősorban maguk rendet és fegyelmet fognak itt tanulni. Azon kívül meg fognak tanulni úszni, futni, lőni, dinamitot robbantani és TNT-t. Ez egy igen hosszú folyamat lesz, mire embert tudunk magukból faragni. Viszont nem szeretnék semmiféle kihágást tapasztalni. Lesznek köztünk olyanok, akik gondoskodni fognak holnaptól az ellátmányra. Lesznek olyanok, akik konyhaszolgálatosok lesznek. Megfőzik az ételt és elénk rakják. Mindenki akkor eszik, amikor a százados, az őrmester vagy én megéhezünk, és azt mondjuk, hogy esznek. Eddig érthető voltam? Igen, uram. Igen, uram. Igen, is. Nem teletni, senkit te lajta tapni, adon, hogy valamit majtól endedély nétű. Egy napi értettem? Elzárás. Mi az a majtól átulam? Nem kérdez. Ki kérdezett meg? Értettem? Igen is. Igen, uram. Melyik őjük ért a... Lehet ám vittelődni a betét télutomon. Lehet vittelődni a betét télutomon, adért betélet így, mert tartón lőtte. Tajnó, tenni vitte maradt a dedétből. Miért itt vagyok? Kettő embert kérek ide, aki ért fa megmunkáláshoz. Ez igen. Férfiak maguk. Na, tamótáttájú, lépjen előle! Igen, uram. Melyik tólat adottad előbb a majtól látta? Madad voltad, fejét taptát. Lépjen én előle. Voltam, dűjjön. Álljon oda a tamótatájú mellé. Látod, mutassa meg nekik, hon van a tuskó. Edlede túl. Hon van a tuskó. Jöjjön el velem, meg az a két ember is, a többi itt áll. Dáljuk öt addig a tolt, jó? Milyen tolt? Csak akkor kérded, ha azt mondom. Értettem? Értettem. Ha viccelődik a betéttilutamon, attól fel tudom tólítani, hogy madajt így betégyen, ahogy én, itt a nem megy, attól edét álló nap tölöket fog futni. Itt, a katána körül. Értettem? Értettem. Tiszteleg! Tötenem. Videlet ám! Kollégák, hogy kell tisztelegni? Álljanak vissza a sorba, futólépés! Egy-kettő! Igen is! Igen. Ha. Tovább itt a tuttó. Így van. Százados, hozzon még két embert, aki az istállóban lovakat rendezi. Értettem, ulam. Kebab vagy 200? Már megint mi ez a lövöldözés? Tiért a lovakhod. Százados, kicsit tudna jönni. Lovakhoz? Lovakhoz értek, uram. Döntél te, hogy melyik kettő lett az, aki a lovakért fog felelni, addig betélek a dolgozta. Gyere, fivírom. Menjünk, menjünk. Most annyi sem tudom volna, mert hogy Gustinak nincs öve. Értem. Lehet, hogy nem volt attól a... Értem, lehet, hogy méretben nem volt sem. Lehet. Nincs két ember. De! Itt a tét ember. Mi lennénk az... ez az... Akkor kísérjék el a százados meg engem. Egy-kettő, rendül. Egy-kettő.
Mennem, mennem. Ez milyen hely, ahol... Palantól jön, drága. Lőnék ránk a hegynek a túloldaláról. Uha. Melyik hegy? Jöjjön, kövessék, megmutatom. Dövök, dövök. Katonák, magunk... Itt veled nem beszél. Azt mondom, oda künne menni, mert nem nagyon ír el odaig a golyó. Értem. Fokjon le, gyűjjön ide a falhó. Mit írjálunk, Teddy Pool? Hogy írjál? Montgomery. Montgomery. Mit írjálunk? Ant kéne küldeni valakik őt. Hon tudnak edek átmenni? Melyik a legjobb embere? Hát Svetlana van itt én rajtam kívül. Szóval Svetlana. Már mint? Tisik? Jelenleg nincsen. Nincsen. Jó. Jó. De mindketten át tudunk menni. Meg mondjuk velünk gyűjhetne még egy valaki. Hát a dőmetteled most elment Valentine-ba két emberrel. Aha. Hát nem tudom. A Blitz katonátat nem nagyon tűdeném. Aha. Mm. Editőjük menjen, aztán delitte föl, hogy ki ad, aki ott lövődöd itt. Ad itt lehet, hogy ez eltelelész. Az is lehet. Még lehet. Mert az ad én, mert az a... Aki emlegette az a fétemű a Daltonotat. Hát lehet, hogy erre most ad volt a vállat. Az is lehet. De van nem látom. Na jó van a tó. Ha nagy baj van, tójana. Itt is. Lata! Kifáradt a százados urom? Igen, várjunk. Hol az edzede túl? Megy ott a tetér! Megjött a lőszerű. Na jó, van attól! Ulaim! A dimént egy-két perccel edelőtt onnan, abból a irányból, onnan, a katállán kívül, abból a irányból a túltó hegylő lövés ért minket. Telifek egy embert láttak, többet nem. Van-e olyan madut tödött, aki itt mell olyat, hogy Dalton? Igen, uram! Igen, uram! Igen, uram! Nota! Nota, attó. Ti az, aki a legjobban itt meli őtet. Igen, uram, igen. Én is, igen, uram. Alanyszemű, lépjen előle. Igen, uram. Legyen szívet, akkor betéljen pár mondatban ezettől, hogy mit kell róluk tudni. Mert hát... úgy néz ki, hogy vetélyetetetik a madut titérdétét itt. Ez így van, uram. Én azt hallottam, hogy volt egy esemény, ahol egy lóverseny, ahol mindenkit a Lilákkal szövetkezve kiraboltak, illetve többszörös bankrablást követtek el, és némelyik fején meg már akasztás van. Akasztás várja őket a városba. Na most. Egy hétfőbú bandika. Ezt a tartam hallani, hogy hányan lehetnek, mert hogy mennyire lehetnek vetélyetek. Nagyon veszélyesek. Mert mi... Az edleletúlla, jába vagyunk tapasztaltak, nem ide valót ilyet vagyunk. Nem tudjuk, hogy mit mentek itt eddig, vagy hogy mit fognak ezután. A minket ad érdekel, hogy itt a kiképzést ne veszélyeztették. Értettem? Igen, uram. Ha tudnak olyan dologló, hogy... Ha tudnak olyan dologló, ami... segíthet abba, hogy megvédjük ezt a katányát, akkor azt nyugodtan mondják el, de csak egyetével. Én tudok, uram.
Palantoljon. De itt szemközt elmondhatom, uram? Nem, itt, mindenti előtt. Itt nincs titok. Rendben, uram. Én úgy hallottam... Várjon egy pillanatot. Madam, érintedet? Azt mondta, hogy mondjuk én, hogyha tudunk-e róluk valamit. Ja, ide, mindjárt tólítom. Rendben. Palantoljon. Én azt hallottam, uram, hogy létezik ez az unió, ami az északi bűnszervezetek és az indiánoknak a szövetsége. És ez, ha jól tudom, felszámolja a... Mit mondott? Indiánok tövetté, de... Indiánok és északi banditák szövetsége, igen. Ó, hogy az a... A Talib kapitány eltapott egy indiánt. Még amikor ideértünk, éjtaka. Nem véletlenül, uram. Én meg elengedtem. Na mindegy. Igen? Bocsánat. Folytatta. Ha jól tudom, ez magában számolja a Daltonokat, a Robin Hoodokat, az indiánokat és a lélekendősöket, uram. Szerem, serif. Abrahamnek ija. Jó. Ahoj! Még... Kötönöm. Álljon vissza. Rahoy Douglas katonát keresek, és Abraham katonát. Lépjenek elő! Rahoy Douglas mondott, uram. Így van, és Abraham katonát. Hogy látom, hogy nincsen itt a fókus. Abraham nincs itt. Melyik az az Abraham? Nincs itt nagy szakáll, a sorocsom. Nem, ő elment az ellátmányért. Uram, lépjen elő! Hallgatom. No. Uram, tisztelőttön. Előjáróba elmondanék annyit el, hogy miért történt el. Mi már harcoltunk ellenük egyszer, a családommal sajnos. Na, Thomas Green, melyik az? A bajszos, a képbeszít. Az meg az istálló felügyelő. Azt jelenti, ki az itten, aki nincs sehova be? Én, uram. A jégényes maga a kívül. Én sem vagyok bajszos. Minden folytatatta. Én sem vagyok, igen, uram. Maguk itt harma? Igen, uram. Akkor legyen, azt mondom, legyen a mexikói. Akkor cserep. Tud bizonyítani. Álljon elő. Hogy hia? Manuel. Manuel. Milyen Manuel? Alvarez. Jó, Mr. Alvarez. És maga mi? Roy Douglas, uram. Maguk mik? Katonák, uram. Emberek, katonák. Éj, jaj, de szeretem ezt, de na tanulnak hallom. Na, innentől kezdve maguk a laktanyának a felderítői. Köszönöm, uram. Kiképzést meg fogják kapni a százados úrtól. Tették? Egy mondatot húda, elmondhatok, húda. Uram? Nem, vissza a sorba. Vissza a sorba. Ét. Teliful, éppen a Daltonokról kérdedem adokat az embereket, akiket etetleg tudnak róluk valamit, mert ugye, mikor ott voltunk a vonatállomáton, attól oda jött az az ember, és azt mondta, hogy a Daltonok ide fognak dönni. Igen, uram. Éppen meghallgatom a történeteket, ha gondolja, tartakozom. Értem, uram, jó van akkor. Uram, úgy tesszük. Folytatta, figyelünk. Te ott. Egy időben a Daltonok megfenyegették egész Rózvórusot. Rendben, rendben. Ennek fejében... Mi családunk föllépett tőlenük, és sikerült visszaszorítanunk. De utána folytatták a bűncselekményeit, és ahogy elmondta itt a katona tarsam, megalapítottak az uniót. Amit róluk tudni kell, valószínűleg 15 fő fölött lőtnek. A Daltonok vagy a tövették? A Daltonok 10 fővel rendelkeznek, ha minden kosszok szerint történik. Utolsó tudomásunk szerint az unió 15 fő fölött biztosan lőtnek ő. Az ácsok lépjenek ide elé, megtalálják az tudom még, amit tudnék ő róla, egyetlen gyilkosok ő, előállítsák ravaszok. A szavuknak nem szabad hinni. Tőlünk kikényszerítettek volna $50 egyszer, mert adunk rá nagyon ugyan néztek, átverték minket, de ott legyőztük őket. Most ott vannak a dolgok, hogy minden állampolgárt fenyegetnék, elkapják őket, valamot szednek. Találják a fát. Értem. Gazfickó, bandító. Az adósú, jelentem lelépni. Mit mond? Jelentem lelépnék. Értettem. Lelépni. Jó. Mondja, lépjen elő.
Illetve még azt felejtettem el mondani, hogy elvileg létezik egy orosz ember, aki felfegyverzi a mi modern fegyvereinkkel uram az indiánokat. Ezt első saját szememmel láttam. Sörétes fegyverekkel és Winchesterekkel mászkálnak az indiánok. Ez elég fulán hangzik, de jó, töltenem. Visszállhat. Nota, Otto, a felderítők lépjenek elő. Milyen ló? A ló nem eszik fát. Maximum a táskájába tudja bepakolni. Jöjjnek velem. Is, és neki áll elkészíteni azokat az eszközöket, amire utasítást adtam. Edledet úr! Hittelettel jelentem. Igen. A feldelítőket, feldelítőkkel körbenézünk a katánán kívül, és elmondom, amit gondolok nekik. Jó? Annyi van, információt van ott, átadni. Van ott még egy szor, csak addig mondom. Viszont annyi információt átadni, hogy akik ránk lőttek, ez egy ilyen fekete kabátos volt kendő az orcán, meg egy ilyen farkas bőr volt a fején, láttam binokulárról. Indián volt? Azt nem tudom, nem láttam a bőrszínét. Én ezt az urat, százados úr láttam, amikor leestem a vonatról, visszafele jövet. Uh-huh. Lila kendőt viselő úr volt. Lila, értem. Nem az endés, nem a kale. Aha, uh-huh, értem. Hogyha látják őket, akkor állítsák elő. Ránk lőtték. Elifull, nincs magánál egy fölötleget binokulál? Hát sajnos odaadtam valakinek, de ide odaadhatom a sajátomat, ha gondolja. Hadatak, nem tő. Jó, jó. Tötenem. Feldelítők utánam. Innentől kezdve maguk felelősek az ellátványért. Tették? Igen, igen. Hozták a revolvert, őmester? Na. Álljanak meg! Tötenem. Feldelítőként mit nem tinálunk? Mutatjuk meg magunkat az ellenségnek. Úda. Így, tak, motta, dette állunk a nyílt telepen, ha feldelíteni megyünk. Ha adta feladatot kapják edelettől, ölmeteltől vagy tőlem, hogy delítsenek föl, hogy biztontában vagyunk te, attól. Azt megtehetik úda, hogy kidönnek, azt itt körbe mennek a katána körül, vagy bent, ott fönt hatnálják azokat a folyatókat ott fönn a magadba. Létlán fő lehet mászni. Értettem? Igen, uram. Igen, uram. Csát, hogy megzavarom százados. Osztják ki a revolvereket. Igen, edledet úr. Mit mond? Most osztják ki a revolvereket a katonáknak. Rendben. Akkor tatlakodjanak oda a torba. Utána majd körbe járjuk a telepet, jó? Igen, uram. Igen, uram. Egyik őjük eridjen hátra az ácsokért, szóljon nekik, jöjjenek ők is ide futólépésbe. Mester! Kitattany, adottam minden rendbe? Igen, igen, azóta nem történt egészen fontos a semmi. Tétenem. Azon nincs még. Hát ezt nem tudom. Mondták kocsomból. Mivel... Ennyi volt még egyszer a kedvenc száma, mondja még egyszer rá. 153-as uram, 153-as. Nem azt mondták kocsomból. Hát én már nem értem. Hát én sem értem most már. Kinél van itt a taját, levol vele? Kapja még a kenyeret, vizet, azt utána mehet. Állom uram. Itt mit mondtak, hogy dobják ki vagy tartják meg? Tartsuk a fegyvereket. Szóval, hogy a fegyver is maradjon nálam. Le kellett rakni, csak azt a fegyvert nem kellett lerakni, amit kaptunk a legelején az állomáson. Úda, úda. Akkor most kinek adni oda? Engedélyt kérek a lovom nyergében letenni a fegyvereket. Edledet úr. Igen, százados. Vannak itt olyanok, akiknél még vannak olyan fegyverek, amik nem olyanok, amiket kaptak. Akkor hívják ide a lókat, rakják bele a táskába, azt azonnal küldjék el, mielőtt én küldöm el őket a hódra. Hallották a ida? Igen. Magukat, az félrepülnek a hódig.
Maga miért áll itt? Nem kaptam információt, merre menjek, uram. Megkapta a fegyverét? Igen, uram, igen. Akkor vissza a sorba. A baltát, emelj be, oda be. Oda. Csodát. Baltát, baltát. Milyen baltát? Hát a fegyver baltámat. Magának kelleni fog a balta, mert majd fát fog vágni, amikor jó. Szükséges. Akkor megtartom, uram. Gyának az íj készítése. Még sehogy, mert engedély nélkül elájultam, uram, de már jobban vagyok. Engedély? Rendben, rendben. A fegyvert nem töltjük be, a fegyvert nem töltjük be, csak ha engedélyt kapnak rá. 156. Oh, a szentség, oh, a szentség itt. Oh, százados. Nota. Egyszerűen kérök engedélyt elmenni az orvoshoz, mert megütöttek. Rendben, az orvosok ott vannak. Elidje. Tettem, köszönöm. Százados, maga szerint lesznek ebből emberek? Telintem nem adat ED. Hanem, hát hogy lehetnek te igazi katonák. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Emberekedek nézd meg. Hibádnak. Engedetlenkednek, kívántiak, félnek, éhetek, domjatak. Igazi katona ezekkel már nem foglalkozik, hanem mivel foglalkozik Edledetúl? De mivel foglalkozik százados úr? A legutoltó palancsal, mindig ad a mélvadó. Hallották a százados katonát? Igen uram, igen. Melyik palancs a legfontosabb? Az utolsó. Az utolsó, uram. Kötönöm. Ki a katona legfontosabb feladata? Haza és a civil állampolgárok védelme a külső fenyegetésektől, uram. Ó, fiam, épjen elém. Épjen elém. Őrvezető úr. Hallották mi ő? Őrvezető. Köszönöm, nem uram, hallom. Köszönöm. Mától kezdve maga őrvezető. Nem vissza sorba. Igen is. Maga mindig a sor elején áll innentől kezdve. Maga a legmagasabb beosztású. Én uram. Edledetúl, megnézem, mi történik ott fönn. Nézze, nézze. Edledes úr nekem mondta? Nem. Mi történik? Kit adtony? Lőnek szembe, ugyanazok, akik a előbb. Hányan vannak? Ahogy láttam, kettő. Látom. Ott van a fánál. Mi történik itt? Lőnek szembe. Lőnek onnan, tembű. Tent itt! Edledetúl! Engedélyt kérlek a feldelítőkkel elindulnét, megnéznétek. Titedek. Nem lesz belőle baj, százados. Nem. Óvatotat leszünk. Ezek az emberek még nem tudják, hogy mit kell csinálni. Ide adom. Nem százados. Megparancsolom, hogy tegye azt, amit jónak lát. Értettem, ulam. Szóval jó, hogyha elmegy. 20 percen belül vitat élünk, most indulunk. Rendben, rendben.
Nagy valószínűséggel igen. Több mint valószínű, hogy ők vannak itt. Ővedető? Jönnének ide a dartonok. Hol az ővedető? Lépjen elő! Maga ügyel itt a lendre, itt a tolla, addig amíg én távol leszek. Edlede túl, ott van fönn a falon. Értettem uram, igen. Jelentést kérek az Edlede túl részére, amikor ide visszaérkedik. Igen uram, rendben. Felderítők? Hol vannak a felderítők? Egy. Maga a Mátik? Én nem tudom, az orvosnál voltam, jelentem, százas úr. Álljon vissza a torba! Őrvezetőre hallgat! Zárjuk a sort! Hol a Mátik feldelítő? Nem tudom uram. Ki ez a ló? Ez kiszabadult az skálomból uram. Hol egy lovát? Én lennék, meg a őrvezető. Akkor vedesse vissza! Intéze. Sort zárjuk, rendben. Óvatott annál, hogy lelugda. Százados úr, szabad egy kérdést? Palancolja. Akik elmentek ketten megnyilatkozni, ők hova lettek beosztva? Gondolom madár eddig. Igen, én volnék az egyik. Itt a úr mellettem a másik bal oldalamon. Uram, a ló lerúgta a lovász. Most már nem lovász. A sor végére. Fölvedető? A sor végére. Hol az ő vezető? Itt vagyok, én uram. Így van egy orvost annak a szelentétlennek. Igen uram, igen. Felderítő? Igen uram. Hol a Mátik? Igen uram. Gyűjjenek velem. Ölmettel két felderítővel elindultam felkutatni ezeket a komiszokat ott a Mátik oldalon. Ebben van. Uram, engedélyt kérek betölteni a revolveremet. Tegye meg. Tudják-e, hogy hogyan lehet a legkönnyebben átjutni oda a Mátik oldalra, ami most innen nem látunk még? Igen uram! Unnét! Van egy híd alattunk a másik oldalon, ha jól akkor emlékszem. Akkor gyelünk arra! Uram, lent a szikla alján! Értem, csak megnézzük azokat a komitokat, ott szemből. Azt akarom, hogy látták maguk itt, hogy hun vannak. Látják ott abba a irányba, ott azt, arra fele? Igen uram. A szikla másik felén ott vannak azok a magas fák. Ezek ott bujkáltak, a fáknál, fönn a szikla tetején. Azt a helyet kellene valahogyan megközelítenünk. Igen uram. Van ötletük, mellé induljunk? Igen, itt lent van egy híd a szikla alján. Na, akkor magát követem. Ott van fönn, nézd a... Ott tartja a fegyvert. Nagyon csúszós. Óvatotan. Tépót, Tomám. És arra, abba az irányba pedig fel tudunk jutni a hegyre. Rendben van. Itt volt a fejünk fölött a komit. Az volna... Azért futottam ide. Azt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy van-e maguknál lattó. Nincsen, mert le kellett adni. Jó, nálam van. A lényeg, hogy ne lőjék le.
Ez lesz értettük. A mai lecke. Ne lőjék le, hárman megyünk, ő, ha jól láttam, akkor egyedül van, megkötöddük és vittahodduk. Rendben, uram. Induljunk. Előre tiszta oda fönt. Oda edétem föl kéne jutnunk. Álljanak meg! Nem hallotta. Mindegy, akkor menjünk. Elvileg akkor abba az irányba lesz az emberünk. Uda. Álljanak meg, álljanak meg. Halkan nem mozog, nem vesz levegőt. Jó, levegőt vehet, csak halkan nem mozogjanak. Csak figyeljenek, itt füleljenek. Vagy ettől a fától nem nagyon látok, uram. Pújjon oda mögé úgy, hogy látton. Hol van? Darra! Merre? Menem szembe, a fenyveseknél mozgás láttam. Rendben van. Még várunk. Gyere be a bokorba. Ja. De látta, hogy felgyűjtünk és elszaladt. Már hogyan látta volna? Maga látta, akkor ő is lehet, hogy látott minket átszolobni. Attól, amitől én láttam őtet, attól ő a mátikódat kémlelte. Tartotta a fegyvert alafele. Nem vettek észre. Most látok velünk szemben itt a másik szírten. Szerintem az valami ember. Én itt látom. Ott alul egyből a apró fenyveseknél. Nem tudom megmondani, hogy az árnyéke vagy sem, de ott viszont van valami folyamatos mozgás. Követtenek engem.
Nem taladunk. Takatólok. Madut menet elől, Madutnál van fegyver. Én csak ijedgetni szoktam, lőni nem. Rendben. Itt, ahogy leélünk, elindulunk el lefelé, gyorsan áttaladunk ezen a nyílt léten. Rendben, uram. Egyesével? Gyűjjenek utána. Itt megáll. Azt mondom, hogy indul át, attól maga fehér kendőt, elindul balló. Mátik jobbró, én megyek középlő, nem válunk tét, csak kicikét csinálunk egy ilyen láncot, és elindulunk arra felé. Fegyverük, én megyek akkor jobbra. Fegyverük legyen a kézbe. Rendben, hova te mész borra? Így gugolva, nem mutatjuk érteni, annyira érteni magunkat, jó? Indulunk. Lát valamit? Nem látni semmit. Lát valamit? Egyelőre semmit, uram. Jó. Lövéseket hallok az erőt felől. Jó. Nintendo, Amidon. Indulunk vita. A feldelítő feladata nem az, hogy bárkit bármikor kédlek el itten, maguk nem bérgyilkosok, meg fejvadászok, hanem feldelítők. Én lenni bérgyilkos. Én az vagyok, uram. Meg sereg előtt. Értem. Sereg előtt én is lenni bérgyilkos. Értem. Látom, hogy nem ma kették, hónap lett egy napja, de ha palancot kapnak, hogy menjenek el, nézzék meg ezt vagy azt, ha jó lehetőség kínáltodik, attól lehet telekedni. Innentről tovább nem megyünk most, mert az nem jó lehetőség. Ők vannak előnybe. Értettem? Megyünk vissza a futólépét. Ott van elő valaki, kapitány. Ja. Tartsd alá a fegyvert. Kezeket fő. Kezeket föl a kezekkel. Tedd el föl a kedét. Tedd el a fegyvert. Ketten tartanak magál a fegyvert. Tedd el a fegyvert. Dobja el. Kitáljon szépen a szírt a kőnek a másik oldalára. Hmm.
Adták le a fegyvert, leuglom. Na Tomám. Aha. A leillás egyedik. A fejillő. No. Miért ugrott ide le? És miért tartott ránk fegyvert? Mert megsértik a békét. Milyen BT-t? A békét. Mivel tértük a BT-t? Ez egy katonai kiképdét folyik itt. Volt vállásba. Pontosan ezzel, hogy katonákat hoznak ide. Ide? Na jó, van attól. Na, elidjen alafele a szodlát felé, és a lehető adandó alkalommal ti megyünk a partra. Gyűjjön tart. Madalövődött onnan fönt lő? Igen, de csak figyelmeztető lövést, én nem lőttem rá senkire, csak a falakra. Uh-huh. Na jó van. Dűjön utánam. Fegyvert tartanak madála. Ne próbálkozzon. Gyelünk, gyelünk. Puta madre! Nem te megtötöd, nem ide? Tud magától itt jönni. De kössük, persze, kötözze persze. Meg, kapitány. Kössük meg. Meg. Kössük meg. Adni neki ilyen. Szí. Vigyem, kapitány. Hagyjatok, majd én vitem. Madutnál van a fegyver. Yeah. Na, attól mondák mellett, hogy menni. Mert én bizony egyedül nem találok itt a... Főfele komam, főfele, vagyis tábornok úr, százados. Százados. Tárdadot. Aton tárda jó ember, hogy megtértük a békét. Mit mondtak? Megtértük a BT-t. Izzi, hátra is cimbora, bárhol lehet ki. Szí. Azon is gondolkodni, százados. Mire? Menni engem, kínzó alakulat. Mit ma? Nagyon érteni, mesterség. Edledet úrnak jelentünk, majd én ő megmondja. Én is igen, uram. Skolpoltam már ember, tudom. Valamelyikük taladjon előle, hozzon egy lovat. Mész, komám, hogy menjek? Addig én tipelem. Tóval Tomám, milyen BT-t sértünk mi itt meg, mikor madat edet előni? Azzal sértik meg a békét, hogy idehoznak egy csomó katonát. De... Ez szerint a katonák mire való? Béke fenntartásra? Majd... Tomám, mi a katona legfőbb feladata? Az, hogy minden áron megvédje az ártatlanokat. A külső fenyegetéssel szemben. Milyen külső fenyegetés? Hát például úgy néti, hogy mada. Ne. Nem lőttem, mondom rá emberre. De mi nem lőttünk te onnan, te komám. Csak maga lőtt előtő. Századosul átnézte, hogy van-e még nála fegyver? Kidobta a levolvelét, a többit nem néztem át. Menjünk. Meg van kötve. Nincs nálam több fegyver. Alakélem önöket, vitelkedjenek vele normálisan. Emberhez méltó módon. Na gyelünk, futólépét! Nagy bajba kerülni. Mit vélem bajba? Ne! Te fene! Te fene! Te fene vette! Majd az edzete eldönti, hogy mi lett vele. Hova szállados? Jó. Csak futottam.
Na, álljon meg a lova! Úda! Inkább ne vigyük be a lovat, mert még a védém gond lett. Sí. Kimenős, azt amikor hónap megérkeznek, akkor na, aki azt nem adja vissza, akkor az nem léphet be, mert az azt jelenti, hogy az nincs itt érti. Indokolatlanul. Remélem fájtam, hogy csak. Értem. Mert akkor így, ha befejezte a mai kiképzést, akkor azt tudja nekik mondani, hogy na most már mehetnek Isten hírébe, az hónap 8 órakor mindenkit, vagy, vagy ahogy maga tervezi. Csak adjon nekik valami olyan... Eltaptuk őket a feldelítőtte. Szép volt, szép volt. Vállattárta nem volt. Vagy mondja a nevét. A fegyvelét elkobogtam. A hónapi nap az nagyon nehéz nap lesz. Köszönjük szépen. No, meg kell várjam a kapitánt, hogy mit csináljunk vele. Előbb kéne elkezdjük itt a kiképzést. Úgy gondolom, a beteltétét, a mi dolgunk volt, de a döntét a maduté telifeké. Így van, így van. Szeretném megdíteni a két feldelítőmet. Hónap ki fogunk tűnni a borulni. Grácia, grácia. Hogy hívják magát? Vagy Douglas, uram. Két feldelítőmét én, eltaptuk a lövődödőt. A szentét neki, ki a jó Isten ez? Adtak, nem tudjuk. Jék le róla azt a farkas fejet. Lerancigálom róla, uram. Csorkatonáknak kell semmi közük, innentől kezdve menjenek ki a lovukért. Mit mond? Eddeletünk. A sorkatonáknak innentől kezdve semmi közük ehhez, menjenek ki a lovukért. Húda, húda. A két feldelítőt megdítélem, gyönyörű akció volt. Rendben van. Baj. Na gyűjjön, kobám! Adta levolvert, amit elvettem, az leszolgáltatom a kapitán úrnak. Én netem nem tő. Kapitán úr! Kitattony! Tessék! Hogy mondja? Ett a fegyvert, ezt tőle vettem el, ezt ide adom maguknak. Jó van. Na. Tomáim, Madut, mit áldod állnat itt? Azt mondták, jöjjünk sorakozni. Eddig kint voltak? Mi az a dosul? Ha mondom. A berzézést, orvos nem látott? Mél, olyan talun édeti? Nem, az ezredes úr felpofozott. Ja? Itt adott endedét olvot látla? Igen, az ezredes úr mondta. Az előbb talált kifele az orvot. Madut, mit csináltad eddig? Jelentem, én a hármas toronyban voltam. Most küldtek le onnan, hogy jöjjek no. Sorakozni. Attól gyűjjenek velem. Vigyázzon innen, mert meg fog rúgni a lovak. Hölvezető? Gyűjjenek. Igen, uram, igen. Mi a feladat? Vigyázzon. Akkor előtt a lovakkal szorosan sorakozni. Értem. Na, akkor a két úr, aki az előbb csak szólva állt és a tolonyba volt, tegyen hatolóképpen. Ezt kezdenek nekem tetszeni. Mi a feladat? Sorakoznak a lovakkal, majd mindegyik előveszi a revolverit. Szia, velfektes jó, elő. És gyakorolni fogják, hogy minél hamarabb be tudják rakni a lónak a táskájába a revolvert. Értem, értem. Majd azt kivenni, és a földre dobni. Utána felvenni. Edledet úr!
Javatolnék egy étkezés. Étkezés, hát etesse meg őket akkor. Katonák! Mindenki hallja, amit tett mondott? Igen, uram, igen. Igen, uram. Mi most a Dedeletulla enni meg inni fogunk. 2 percük van. Tittelek! Kötönöm! Folytattál! Képzeld el, tesóka, ma off-stream már egy kicsit tarkovoztam. Már nagyon hiányzott, úgyhogy egy kicsit játszottam. És már nálam is lesz majd egy kis tarki. De hát most katonai kiképző RP van. Maguk is ettek itt? Kihallgattuk az embert. Azt mondta, hogy azért csinálta ezt, hogy fölhívja a figyelmünket arra, hogy a katonaság nincsen jó, hogy tönkre fognak tönni mindent. Ja, hozzá, ja, hogy ezt ez egy figyelmeztetés volt. Mi legyen a büntetése? Netem itt mondta, hogy őtak... Ja, Edledet úr, nem is jelentette még. Edledet úrnak tisztelete jelentem! A felderítő ottaga eltaptuk ezt a faltas fejű valatit. Itt klec kaptam. Kurva élet. Redem. Redem, arról sem. Hát jó, a crash az ilyen, azzal nincs mit kezdeni. Hú, pedig nagyon benne voltam a mondókámba. Nem lesz rajtam a pad. Na jó, remélem. Remélem, hogy gyorsan meg tudom oldani. A legjobb helyen fagytam ki. Írok Hátinak, hogy kifagytam. Nem tudom, hogy holnap lesz-e toborzás hidró. Érdeklődj meg, IC! Rizzés crashed? Jaj, közben itt be kell zárni. Sokkal többen crasheltek, ahogy látom. 53/64. Ez ilyen. Sajnos a Redem még mindig egy kalapszar. Ellenben a szerverrel, ami ugye kurva jó. Sajnos ez van. Alkalomattán ez megtörténik.
Na. És várjál, melyik voltam? Nem ez? Pedig az SMM biztos, hogy ez volt az. Á, itt vagy. Teljesen becsináltak, megijedtek tőlünk, távozzunk. Ezek az emberek benyújtották a hadüzenetüket. A Daltonok azt mondták, hogy a Francist megakasztottuk, azt hiszik, hogy megöltük, és azt mondták, hogy hadüzenetet adnak. Innentől kezdve számíjunk arra, hogy lőni fognak ránk. Értem, őrvezető, futólépés, odaértük, a vezetőjük. Térüljön ide elé. Igen. Hány őrvezető van eddig százados? Én egyről tudok. Egy. Lehet úgy értette, hogy feldelítő, mert abból meg tető van. Érte. Ebelőtték azt az ember? Azt akartam kérdezni, mi legyen bele? Végezzék ki. Ez itt a katonaság. Végezzék ki. Ez itt a katonaság. Én szívesen elvállalom ezt a munkát. Magát ki kérdezte? Hadd mondom-e tisztelettel Edledetul, amit mondott. Szóval el akartam mondani a jelentétemet, de nem nagyon tudtam, mert akkor át tüsszentettem, hogy hanyat ettem. Tóva, atonta ez a fénótát, falkaszfejű ember, hogy figyelmettető lövéteket adott csak le, és hogy mi itt a tatonatáddal vetélye tettük a BT-t. Holott ő kezdett el lövődödni. Na. Hát, akkor végezzék ki. Végezzék ki. Én nem tudom, mit akarnak tőlünk. Hogyha előadják a Francist, a testvérünköt, majd akkor... Vagy ő, azt mondtak, hogy mindannyiuk ugyanolyan... Őrvezető, katonák, sorakozó! Sorakozó, az ezredes mögött! Francis Dalton vagy előadja, sorakozó. Vagy fölgyújtjuk ezt az egész csürhét itt. Tomám, hát mit képdel madáló? Tudja maga, kikkel betéled itt a katonatád? Maga tudja, ki beszél maga anya szomorító. Én vagyok Everett Dalton admirális. Nézzenek ide mögém. Látják maguk, kikkel állnak szembe? Ó, anyám asszon katonáival. Egy tő egyik. Hallották ezt katonát? Kivéve a sörép. Igen, ezredes. Igő. Én ma jöjjön. Az admirális a vízen a helye. Nem itt. Szóval menjen szépen vissza a vízre. Drága Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Köszi szépen. Amennyiben Francis Dalton nem kerül elő egy napon belül, egy nap fölkeltén túl, adja nekik abból két napot, napajle... azt mondtuk, két napot adja nekik. Papa két napot adja. Bizom már, döntsön szekem. Mögkérdezem a tanácsos. Dalton kutya, két napot adjon. Kapitán úr! Igen. Ki ad a fenti Dalton? Egy idióta zsiván. Ad-e ott? Nem, ad, aki most beszél, aki hadüzenetet osztja. Hát és mi rajtunk keletik a fenti Daltont?
Mit tudom én? Vigyék innen ezt a lovat. Nem tudom, ki az a Francis, miért van letartóztatva, hogy hol van az a Francis, de nem kapják vissza. És most nézzenek oda a kapitányra, nézzék meg, mi fog magukkal történni, hogyha merényletet terveznek a katonaság ellen. Nem reagál semmire. Nézzük, mi történik. Mi történik-e? Kit kell most nézni itt? Álljon ide! Baka hajjé. Ott a kapitány. Ez rálütt a várfalra. Egy üzenetet hozott, hogy nincsen jó a katonaság, nincs itten jó helyen. Aztán a... Mikor megkérdeztük, hogy miért nem egy üzenettel együtt ide, akkor csak annyit mondott, hogy már próbált üzenni. Úgyhogy a ezredes úr parancsára ezt az embert, mivel élős lőfegyverre a katonaságra lőtt, halálra ítélte, úgyhogy szedd áll a fegyvert súlyba. Hittelek! Ohó, hajó, 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 nektek alsókot ajándékból, megalsoltok a lyukat, amiben belevetünk mindannyiótokat. A harmadik napon össze fogunk csapni magukkal a mocsárban, amennyiben elfogadják. A pörc, hogy elfogadjunk. Szóval nem adják ide Francis-t? Nem tudom, ki az a Francis, meg miért kéne odaadni. Azt se tudom, hogy hol van. Sheriffek, ki az a Francis? Francis. Francis Dalton, a fivény. Tudja valaki itt, hogy ki az a Francis Dalton? Katonák? Uram, igen, Basztan, uram. Sem tudom, ki az a fal. A kapitány elmondása szerint egy zsivony gazember. De valaki, te milyeten ismeri? Személyesen ismerjük. De hát, nem tudom, nem láttam, nem láttam én mostanában. Tudjuk, hol a Francis, nincs otthon, az a lényeg, elszökött vagy elrabolták. Drága tiszteletlen komám. A te meg, vedd ki a szászó, ami benne van, mikor hozzám szólsz, te semminek elő. Francis nagyon hiány olyan ide, sok ide. Megtaladod így, amit akartam mondani, vagy nem érdekel? Na akkor mondja meg, hogy mit akar nekem mondani. A dedledet, meg én a tádadot, katonát vadunk, kiképzé tartunk. Nem ide valót ilyet vadunk, megtettük a keletet temél azt, amit tudtunk, nem tudtuk, hogy humba. Csak ötte akartam foglalni azt, amit tudunk, meg nem tudunk. A sofrankának nagyon hiányzik a Francis Dalton. Értem, nem tudunk ezzel mit kezdeni, a Francis nincs nálunk, ajánlom, hogy keressék meg. Akkor megkeressük-e. Ha nem találják, és még mindig úgy gondolják, hogy nálunk van, a harmadik napon, az a szerdán este 19 órai kezdette összecsapunk a mocsárban. De ott maguk nem fognak kijönni onnan. Már nem tudok mit mondani neki, he. Akkor ne keresd. Na gyerünk akkor. Gyújtjuk fel rózsa csak, hogy... Égetök lesz! Hallották, katonák, mekkora súlya van ennek a kiképzésnek? Hitattony! Szí. Hitattony! Erdán, háborúra megyünk. Ott a egyik anyatomolító, amelyik most elment a zöld ruhába, ott a... Pérfülle hallottam, azt mondta, na jó van, akkor menjünk, gyújtuk föl Lodest, ha már addig nem történik temmi. Nyilvánosan hívták. Küldök egy táviratot. Na jó van, attól. Na, akkor folytassuk. Revolvert elő! Revolver, eldob! Ezredes úr, jelentőbb nincs nálam fegyver, azt mondta, pakoljam le. Akkor csináljon úgy, mintha lenne magának. Mindenki eldobta a revolvert? Sí.
mindig nem mindenki dobta a revolvert. Mindenki eldobta a revolvert? Igen, uram. Revolvert fővenni? Szállni a sorba, revolvert elővenni. Na, ki az a katona, akinek kettő revolvere van? Vissza fogja kapni, hívja ide a lovát, vegyen ki velük. Milyen jó beöltöztek már a Daltonok. Egyet hagyjon. Amint én. Magának, van magának a lótáskájába? Nincs, ja, ott van. Hívja ide, azt vegyen ki velük. Tudom, de én erős vagyok. A mai kiképzésen megtanulják a fegyvert. Elővenni, eldobni, elrakni. Elővenni, eldobni, elrakni. Hitteleg! A holnapi kiképzésen ki fogunk vonulni az erődből. Van egy lőterünk. Ott fogunk harcászati gyakorlatot tartani. Éjszakait és nappalit. Értették? Igen, uram, igen. Figye. Uram. Revolvert a kézbe. Jaj. Még egyszer elmondom, revolvert a kézbe. Helyes, fiam, helyes. Ez a sor még annyira nem tetszik, de alakul, alakul. Te mi baj, mindjárt helyre lakom azt, amelyik nem tud jól állni. Revolvert eldobni. Nagyon össze-vissza megy, egyszerre kéne mozogniuk, katonák. Tudják mi a feladat? Mindenki készüljön rá. Revolvert felvenni. Vissza a sorba, revolvert elővenni. Valaki fővette azért revolveremet, kis uram. Százados úr. Mi van kettő? Ide? Gyűjjön ezre, százados úr, gyűjjön, nem zavarom az ezredest. Visszamegyünk a holnapra, megfenyegették a városunkat, de marad itt a falon még Sheriff 2-3. Svetlana a parancsnok. Jó, van attól. Ja, én tóltam Svetlánának, mert félfülle hallottam, hogy fel akarják dúltani Lodest. Rendben van. Legjobbakat. Hónap legjobbakat. Hón van Búl? Eldobni! Eredet úr tisztelettel jelentem, a Celib kapitány lelép, Svetlana kitartony, itt marad velünk. Rendben. Gond lehet a vállodba. Rendben van. Fegyvert felvenni, vissza a sorba, elővenni. Ezt mindaddig fogjuk gyakorolni, amíg nem megy egyszerre. Most valaki felvett az egyébet. Mada! Hogy hívják? Mada! Alany szemű! Roy Douglas, uram. Te hogy töglök! Csuda! Roy! Igen? Lépjen elő! Szeretnék egy tép jelentést hallani az ezredes úrnak. Szabályosan. Úgy, ahogy kell. Az előbb hallotta én, hogy jelentettem. Ezredes úr, jelentem. Álljon oda elé! Ezredes úr, jelentem. Hallgatok. Ezredes úr, jelentem. Tisztelettel jelentem, mindenki megtanulta eldobni, meg fővenni, meg betölteni a revolverit. Nekem nem úgy tűnik, mert nem megy egyszerre.
Miért? Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Pedig a rétes nagyon jó katonának az való. Ismerik ezt a nótát? Igen. Si, si. Na, akkor hónap erre fogunk menetelni. Szájére. Na még egyszer és utoljára. Fegyvert elő! Valaki felvette a fegyveremet! Ez biztos. Doma nem látja. Ott van egy. Hol? Nem látom. Fegyvert eldobni. Itt van, Tomán! Erdő szélén őzike. Azt nézi, hogy nézike. Ne félj tőlem, őzike. Nem bántalak, bassz meg! Reggelig itt lenni. Fegyvert felvenni. Nem popozik vissza, úgy ér. No. Na mutatom, mindenkinek megvan a fegyvere? Nekem nincs, uram. Itt egy fegyver előttünk, az Isten állja meg magát. Én nem látom, uram. Álljon akkor... elő. Fél pillanat, uram, csak meg kell várni magaromat, nélküle nem megy. Milyen madarat kell magának megvárnia? Nem tudom, mit akar a papagája, uram? Ki mondta magának, hogy ide hívhatja a magától, uram? Le fogom lőni. Na látom, uram, köszönöm. Na még egyszer, nem szeretnék egész nap itt állni. Megsüti a nap a fejünket. Akkor, fegyvert elő. Ennede túl! Engedélyt kérek levágni a papagájt, a legközelebb meglátom vitted önni. Ebben úgyis szükség van a torra. Jó. Tötönöm. Észüljenek rá az eldobásra. Fegyvert eldobni! De szépek maguk így együtt, együtt mozognak. Mind a tyúk a csibéivel. Fegyvert, felvenni! Erre túl jelentem, úgy mozognak együtt, ahogy a maga fogai. Köszönöm százalék ezt az információt. Fegyvert elővenni. Alakul ez, fogadni merek, ha még egyszer most ezt megpróbáljuk, menni fog. Elkészülni az eldobásra. Erre túl, én itt vedem elő a fegyvert, mutattam nekik. Mutassa, százados. Na, ha rákészültek, akkor fegyvert eldobni. Idenik? Ez igen. Fegyvert felvenni. Na, ezt úgy látom megtanulták, fiaim. Hallod fel a fegyverem. Innentől kezdve... ...enni fog. Özredes úr, valaki fölvette a fegyveremet véletlenül. Itt van, itt. Ott van, ottan van. Özredes úr. Nagyon felcserélődtek a fegyverek, és nekem eltűnt az összes töltényem. Foglalkozzon most vele, nem kell töltény. Az hónap pótul. Hát csak lépjenek ide elém. Csoda. Osszák... Gyere, Guszti! Osszák ki az íjakat és a nyilakat. Oh, nálad van az összes. Adom már is, csak megint ez a hülye madár, nem tudom elküldeni, uram! Segítek, segítek, ne haddolj! Szállandos úr, ne segítsen! A papagáj pörkült amúgy se jó! Kevés rajta a hús, csak toll! Toll az úgyis kell az íj készítéshez. Á, ez nem olyan toll, uram! Tudják, mire kell nem az íj? Remélem, a vállára fogsz állni! Szarvas fogászni! Igen, uram! Mire kell? Szerettem, osztom az íjat, uram! Mire kell? Szászapta, uram! Nyilazáshoz! A szerdai napon mire fogjuk használni az íjat? Nyilazunk vele!
Tekhelyből való csendes támadásra, uram. Így van, rejtőzködni fogunk, és csöndben elkezdjük őket lemészárolni. Ennek uram? 102. Ez az így, mire való? Majd nekem is adjál, mert nekem is. Adok neked egy buszti. Így van, így van. Ennek? Kalapszálva? Nem, a 102.17-es. Nem, a 100 vagy 200? 217. Köszönöm. Aki megkapta, az menjen oda Tarka lóhoz, és híj a lovát. Ennek? Enyém lenni 206. Aki megkapta, akkor menjen oda a Tarka lóhoz, és hívja a lovát. Csak az Imre mexikói lenni nem adni kezembe? Nem, nem. Életen eldobtam. 215. 215. Guszti? Ölegul. Igen, az én vagyok. Milyen kalapszámod, Gusztika? Én nem kaptam meg. Kettő, karika ja. Nem kaptam meg? Nem, nem. Ahogy? Hát nem tudom, maga osszai. Egyet csak kapok? Semmi. Egy nyilat kaptam. Valakinek pedig adtam. Nyilat? Igen, igen, de az is ő tűnt most. Százados uram. 215. Nem hallgatom. Egészen tisztán, most akkor bökő rakni az íjat, meg a nyilat, igaz? Nem kell sem olyan rakni. Nyilat is kérhetek ő? Annyi volt a palant? Mi volt a palant? Menjen oda a talkalóhoz és hívja a lovat. Ide. Hívja a lovat. Jó. Nek? 203. És aki hívta a lovát, Roy menjen körbe, aki hívta a lovát, mindenki álljon ide maga mellé lóval felsorakozva. Rendben uram. Esetleg kimaradt nyíl lesse. Önnek? A kumám a 222-ös. Már is adom kuma. Ez rögyös. Lesz kimaradt nyíl? Tessék? Kimaradt nyíl lesz. Köszönöm én. Nem hiszem. Szüksége lenne rá? Ezres. Ha lesz kimaradt nyíl, esetleg van itt katona. Van, van, hogy ne lenne? Ezredes úr, lehet-e kérni? Már is igen. Csak... Egy kis probléma a lovammal, egy kicsit arrébb lovagolni. Szaragadt az üveg! Persze. Várjon, közben miért ragadt, azt nem tudom átjunk tegyék. Szerintem most a papogást tegyél, mert ez hamarosan itt feküdni fog. Azt akarom, csak a bolond, mint a gazdája. Hát azt, az biztos. Csasz, hogy lelője madaramat? Nem lövök, csak racélottam, megijedjék. Nudottan lője le, ha legtödelebb látja, én lattu voltam. Mi a kalapszába, Doki? Meg nem hatnálok fegyvert. Így lesz, így lesz. Azt a, meddig tart még ez a kiképzés? Adom, adom. Adtattak, ha Edede tudja. Ezredés úr, tisztelettel kérdezem, meddig tart még a kiképzés? Innen elmegyünk, megmutatom a harcászati teret. Utána mindenki eltávot kap. Értettem. Nagyjából egy negyed óra 20 percet fog ez még itt igénybe venni. Ó, nudalom, nudalom. Értem, értem. Gondolja, akkor elbocsájtom a mai nap. Telintem itt mehet. Szerintem itt mehet a dódára, nyugodtan. Megköszönöm. Viszlát. Viszontlátásra. Mit lát? A katonák lóval sorakozó. Add a lót ki. Ott a, melyik be akar menni a falon. Olyan van. Őrvezető, hányan vagyunk? 9-en vagyunk, tisztelettel jelentem. No, rendben van akkor. Kettő hiányzik. Hát
Edlele túl. Meg vagyunk mind a 11. Teletném tudni, hogy ki ad, aki mit inált ma. Mert én csak a fádalítóimmal foglalkodtam, ők nagyon ügyetek voltak, meg akkor majd ők itt elmondják, hogy mit ináltak, de kik adok, akik mit inálnak? Rendben. Lettek ácsaink, lettek szakácsaink, akik vadászok is egybe. Azt hittem, ők az ügyetebb átok. Azok. Vannak az átok, meg a szakátok. Így van. Aztán közben lettek istálóba lovászaink. Lettek felderítőink, és lettek őreink. És megtanulták a fegyver használatot. Természetesen Uda, még csak Uda. A revolverét. Húda, elégedett vagyok a mai szolgálatokkal. Annyit engedjenek meg, hogy elmenjünk a hónapi helyszínre. Mindenki eltávot fog kapni. És ott megbeszéljük közösen, hogy hónap mikor kezdődjön a képzés. És neveztem ki írnoknak. Melyik tud számolni? Uram, igen, uram, a sor végén lévő ember. Rendben, ő majd megírja az eltávokat. Na, kettes oszlopba fejlődj. Jó, hogy nincs hátulszám, azt nem látom, hogy egyik lóról a másikra ugrálni. Tett, ott lopott, teletnét látni. Indulás. Indulhatunk. Ugye, fia? Én az a baj, hogy most érkeztem, visszajövök a nehát. Nálam is van egy ilyen beutaló levél, és felöltöztem úgy, hogy tudtam meg a serifek ide küldtek. És hát, szóval elismerem, hogy megérkezett. Nagyon sok mindenről lemaradt. Ezt mindent hónap be kell, hogy pótolja. Jöjjön fel a lovára, jöjjön utánunk. És ha itt végeztünk, az őrvezető elviszi magát a helyes öltözéket felvenni. Ezredes úr. Ezredes úr. Igen. Esetleg ehetek-e, ihatok? Nem. Akkor le fogok szédülni a lóról. Ut rá ideje. Ezredes de... úr. Igen. Kérjük engedélyt szólni magának, hogy beszélni hangosabban, mert ott a hátul lófaszt nem lehallom. Értettem. Mi az, hogy értettem? Rendben van. Edenek, idanak most akkor, jó? Akinek kell, jó. Most egyen, igyon. Na, mindenki elvett ivott? Akkor gyerünk. Hol van itt? Finoman tarkan tudnák a lovakat, nem kell szietni tehova. Edlede túl. Tázados. Én itt elédedet vagyok a mai nappal. Rendben. Mindenre számítottam. Tényleg amikor megláttam ezt a csűrét ott Rócba. De erre, hogy ilyen hamar felveszik a fordulatot. Abszolút nem. Hát... amitől még a... nagyon tép... Telift... Atonnak a... parát néztem, attól még én te gondoltam, hogy ilyen lett a mai nap. Kezdenek ránk hasonlítani, nem százados? Úda. Mi hát... Mi szerdán a háborút? Inkább madála, mint rám.
Felte, hogy mi nyelni. Én bízok benni. De attól függetlenül keményen kövőket fogni? Mit csinálnak maguk? Mi a vattag bajtú tőlött talpú ladai losszebbet csinálnak magukat hátul? Tiek valahova? Nem, csak be van vadulva a lovam, jaj, mondom! Tették enni adni neki. Hát ez a ló olyan, mint a fereketlen bendő. Jaj, ez az ágycsa, amíg lesz problémánk. Az előbb már megpofóztam. Ah, ide, említem. Na jó, van a tó. Mette van ez a lőtér? Ott van Valentine alatt. Haladjunk egy picit. Haladunk. Haladjunk. Hónap hosszú nap lesz százados. Húda. 6 óra magasságában el kéne kezdjük a kiképzést. Értettem, Edelet úr. Tudom, mit szól hozzá. Értettem. Lendben van. Ki tud bújni addigra az ágyból a menyecskék mellé? Te hol? Maga nagy kujó. Ki használja, hogy beszéd, nem valami jó beszédje, ezt megsajnálhatja magát. Dehogy így. Figyelik a nyelvemet. Figyeljük. Figyelik a nyelvemet, aztán kívántiak lettnek. Tudtam, amire gondolok. Maga mit keres itt mellette? Végig megyünk Valentine-on, lássák, hogy kik vagyunk mi. Fogjuk gyakorolni a lövészetet. Itt lesz az éjszakai harcászati gyakorlat és a nappal is. Ez olyan, hogy teljes menetfelszerelésbe vonulunk gyalog. Innentől Rodesz városáig és Rodesz városától vissza. A keddi napunk azzal fog eltelni, hogy feltérképezzük a mocsarat. Addigra szeretném magukat mindenre kiképezni. Hosszú és nehéz időszak lesz ez számukra. Remélem, el tudják ezt viselni. Aki nem, az halál fia, és üldözni fogja örökké a törvényt. Öljenek fel.
Vigyázzon. Megérkeztünk a lovakat elküldeni. Micsoda fegyelem van egyébként most így. Mondta, ha a tábor az itten van, marhára nagy tisztelet egyébként mindenkinek, tényleg, aki ebbe az RP-be katonaként részt vesz. Brutálisan jó nyomják. Drága Alfonzi, köszönöm szépen a 28 fős rédet. Üdvözlöm a nézőidet és téged is. Tisztelek! Helyes. Köszönöm szépen a maguknak a mai türelmet. Elégedett vagyok mindenkivel. A kalappal maguk előtt. A századossal épp beszélgettük az idefele vezető úton. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar elkezdenek beletanulni a dolgokba. Uda, a százados. Udbida. Attól, amitől a telifattonynak a falát nézegettem még Lodeszba, mert még senki nem tudta, hogy mi kik vagyunk, és majdnem hűvös letett a telifasszony, akkor még én te gondoltam volna, hogy ilyen napon letünk túl. Tényleg nagyon elégedettek vagyunk magukkal. Na de aztán ez nem azt jelenti ám, hogy lazítunk? Ahó, hogy a melyik nap lesz az a valami, amikor jönnek azok a féletűek? Szerdai! Motáli összetapált után, vagy előtt, egészen addig, vagyis hogy utánig, nincs ladítás. Örülök, hogy mindenki főfogta, hogy melyik palancs az, amire leginkább odafigyelünk. Az utolsó kiadott poroncs. Kötönöm tépen. Nota. Attó. Edledet úr, valamit még akart mondani? Mert ha nem, akkor még ma még megtanulunk egy katona dalt. Rendben. Mondjatok. Majd a végén. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a mai napért még egyszer. Itt, aki szeretne, nyugovóra térhet a táborba. Aki nem, az a mai napon még odabújhat a babáj mellé. Tesó, én is szakadtam. Holnap viszont, a nagy vihar után, legkésőbb, 4:45-ig, mind a 2, 4, 6, 8, 10, 11 emberre szeretnék itt találkozni. Értették? Igen, uram, igen. Mire? Most elengedem. Mi adtad ide? Ide, uram. Melák. Ide, uram. Na. Mielőtt tötenem. Elengedném magukat innen, előtte meg fogjuk tanulni a századosnak a nótáját, és előtte egyesével jöjjenek ide hozzám, álljanak vissza a sorba. Fognak kapni majd valamit, amivel igazolni tudják, hogy maguk azok. Attól többbe mehet a dalida? Csak maguknak lesz ilyenük. Holnap, amikor megérkeznek, ezt a tárgyat visszakérem, és este ismét visszakapják. Tehát úgy vigyázzanak rá, hogyha ezt a tárgyat elhagyják, valami történik vele, maguk onnantól kezdve nem katonák. És azt hadbíróság elé fogjuk állítatni, ami kivégzéssel jár. Mivel elhagyták a szolgálatot, katonai szökevénynek fognak számítani. Százados, kezdje a nótát, és jöjjön egyesével. Kérem az elsőt. Talonként, ahogy a vonulásnál tináltuk, tehát egy kicsikét jobban odafigyelünk.
Volt egy fatatona. Volt egy fatatona. Pábó volt a lova. Pábó volt a lova. Tendele tantálja. Tendele tantálja. A tártát muntálja. A tártunnája. Most maga nem kap órát, fiam, álljon be a sorba. Értette. Valakivel le kellene. Edle ne túl. Parancsol. Ezres úr. Hogy a százas? Majd Madának külön majd megtanítom ezt a dalt, hát el tudják úgy ténetelni, hogy kéne. Én nem tudok normáltan beténni, úgy ad Mada. Rendben. Jó. Következő hova? Volt egy patatona. Volt egy patatona. Ekkor a kalapot hol? Itt 102. Pából volt a lova. Pából volt a lova. Tendele tantálja. Tendele tantálja. A tádár muntája. Tádár muntája. Ekkor a kalapot hol? Na melát. Attom ott maga, lépjen elő. Parancsolj. Ide. Maga a tamúta tájú. Álljon tembe. Itt mód, amit maga megjegyzett, azt fogja énekelni, a többiek meg éneklik maga után. Igen. Kedde. Volt egy patatona. Volt egy patatona. Muntája. Ki nem volt? Kuszti, te jössz! Kuszti, te vagy! Jó, jó, jó. Te a bordok úr! Megyi! Ezredes úr! Adj Isten, tábornok úr! Parancsoljon, fiam! Vigyázz orra! Mert ez az élete! Köszönöm! Álljon vissza a sorba, jöhet a következő! Igen, uram! Parancsoljon, fiam. Teletném meditélni a tártatádot, hogy ilyen gyorsan eltették megérteni attat, amit akarok mondani. Általában nem tudok ilyen gördülékenyen menni. Menjen oda a kék kalaposhoz. Itt mutatom a tartómat, ott ért a lövét. Itt talán megtérült a fejem, de nem nagyon. Tök! Így tikelő beténi, ide de? Parancsoljon, fiam. De hát ez bárkivel előfordulhat. Hanem attán adó tate fogtam fegyvert tatatélen, de ha fel tudott rá kétülni, akkor teldála megpróbálom melni, megfogni én is a fegyvertét lőni vele, úgyhogy a hónapi lövészetét haltáltati kiképzéten én is részt veszek, mint katona. Itt van Edredet úr. Van még valami százados? Nincsen. Nincsen? Nincsen. Tisztelgésre felkészülni. Várjanak mielőtt tisztelegnek. Holnap mikor találkozunk? Holnap 7 órakor legfeljebb. Rendben. Tisztelgésre felkészülni. Tiszteleg. Szólj! Dönyölő! Otolj! Hogy kell ott szólni? Hol kell lenni? Negyes hitkó? Guszti, téged se az eszedély tartanak. Mi? Jó ez a dal. Fából, fából. Ez adós, hogy üljünk le egy pillanatra ide. Na jó, van attól. Várjuk egymással. Hol kell lenni? Negyes hitkó? Ó,
Ó, a fenébe, de mette ütem. Oda nem biztos, hogy le tud ülni. Nagyon kemény az a szék. Na jó van a tó. Jó lett a tó itt. Drága maga, köszönöm szépen lesz. Eléden. Hát, Edledet úl. Ad a helyedet, hogy... én takadta tudom mondani, amit ide felejtem mondtam, hogy nem gondoltam, hogy ilyen nagyon gyorsan főbetik a vonalat. Tényleg nagyon elédedett vadott. Itt a feldelítőimet, azokat külön-külön is mind a kettőt meg tudnám dítélni. Nagyon tok buktatója lehetett volna annak az akciónak, de nem volt, mert végig hallgattak lám. Mit akartam úgy mondani? Ja, hát hogy nem lőttek, nálam Lató volt, ők ketten fegyverrel voltak, itt kihatnáltuk a előnyünket, meg tempületek voltak, amikor kelettük azt a aki ki lett végedve. Úgyhogy minden vállalkodátomat felülmúlták. Ezt őtintén el akartam mondani, csak nem előttük, nehogy még a végén itt atidék, hogy inába tál a móka valamelyik net. Elnézést, hogy zavarhatok-e. Palantoljon. Esetleg kell majd a hónapi napra orvos. Eredet úr? Mondja doktor. Orvos, kell majd-e megírse hónap. Természetesen. Akkor negyed hétkor hol találkozunk? Itt, a táborban. Itt. Rendben van, akkor negyed hétkor itt leszünk. Köszönöm szépen. Rendben. Jó Lendbe. Éjszakát kívánok. Jó éjszakát, jó doktor. Köszönjük szépen. Sősöm. Én nem emelnék ki senkit százados. Én mindenkivel elégedett. Nem úgy, csak a tapasztalataimat mondtam, mert velük foglalkoztam legtöbben. Itt egyben az egy nagyon betélyed feladat volt. Én vállaltam be velük, bíttam bennük, hál' Istennek megérte. Ettől függetlenül Peter a többiek előtt én te fogok kiemelni tenkit. Maximálisan elégedett vagyok az ácsokkal, konyhásokkal, istálósokkal. Na jó van a tó. Úgyhogy hála. Én azt javaslom, százados, feküdjünk le. Komán. Egész nap volt ez a mai. Edledet úr. Itt ad a koma ittán velünk ember, amelyik le volt maladva. Igen. Szerintem itt van a beutaló levelem, hogyha a 100 kell adni. Nem kell átadni, ha a telifek küldték, akkor nincsen semmi gond. Holnap a többi katonatárta fogja elmondani azt, amit ma tanult. Nem ez egyben... Ez egyben az ő kikérdezétük itt lesz, hogy emlékeznek-e arra, amit ma tanultak, meg a ötödéket azt majd hónap egyikükkel, talán az ő veletővel, vagy valamelyikkel majd megoldják, hogy pontos legyen az ötödéte. Aztán... Ja! Ennyit akartam mondani. Jó? Holnap legkétőbb negyed hétkor itt találkozunk bottoni időtelint, nagy vihal után. Szintén ez a valakinek az egy ruhája volt, még régebbről. Tittelegni tud? Persze, uram, tudok. Titteleg? Helyes, oszolj. Kötönöm, oszolj. Értettem. Százados. Melyik az éj sátra? Ez egy nagyon jó kérdét. Amelyiket teletni? Edlede túl. Ede? Ez. Na jó, van a tó. Visszakát százados. Edlede túl. Jó takát. A tiszteleg, de mi ezt a formalitást azért már régen elengedtük, én úgy érzem. Te jóval! Azért még itt a katonát vadunk, ide le. Hát, azok. Inkább na jó van attól? Újda, újda. Százados. Jó takár!
Na, megfogadtam, hogy csak ezekben az RP-kben fogok most részt venni, úgyhogy nekem is most egyelőre ez így ennyi volt, nem szeretnék máshol, és nem szeretnék az öreg karakterrel RP-zni. Nem volt CK, megmarad az öreg karakter. Most itt az egyik crash alkalmával láthattátok, hogy pedet vettem föl, és nem vagyok admin a szerveren, csak ez az egy funkció elérhető a számomra, és csak erre az egy pedre fogom használni, tehát nem fogok mókusnak öltözni, bár ezt azért nem kiaválom, na jó, nem fogok mókusnak pedelve rohangálni Rhodesba, hanem csak ezt az egy pedet fogom használni erre a pár napra. Jó is egyébként a változatosság, remélem, hogy mindenki élvezte a mai napot, én nagyon, tehát konkrétan meg kell küzdenem ezzel a Fakatona című dologgal, mert nem tudom még röhögés nélkül rendesen előadni, úgyhogy majd össze kell szednem egy kicsit jobban magamat is, mert én is sokszor csak röhögök tényleg, és aztán nyomjuk holnap. Délután? Szerintem vinnélek titeket Hátihoz, de szerintem Háti is most fogja majd befejezni, vagy nem tudom. Úgyhogy megyünk egy ettől az RP-től független helyre, és ma ma Szancsikához üszlek titeket, és megnézzük, hogy mit csinál a bulibáróné. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a raideket, köszönöm szépen a támogatást. Holnap után és szerdán, most akkor egy zsinórba, 6 után nyomjuk a katonai RP-t, minden napra kitaláltunk valamit, és hál' Istennek a daltonok is megjelentek, hogy hadat üzenjenek, úgyhogy szerdán lesz egy jó kis csiki-csuki majd a mocsárba. Úgyhogy most a szerdáig ez a program várható itt tőlünk. Hátitól, illetve tőlem egészen biztos. Illetve a katonaság tagjaitól. Köszönök szépen még egyszer mindent, nagy puszi nektek, köszönöm szépen a raideket, támogatás, kedves szavakat, azt, hogy velem röhögtetek, puszi nektek, sziasztok!